Mindenkit sok szeretettel köszöntök! A most következő pár percben az elektromosság alapjaival fogunk megismerkedni. Nem célom, hogy minden szempontból a lehető legpontosabb ismertetőt adjam a témával kapcsolatosan, mivel magam sem tudom pontosan, hogy mi is az az elektromos állam. De ezen gyorsan tegyük túl magunkat. Mérnöki szemléletten indulunk neki ennek a nagy kalannak, célunk nem a kvarkok megértése, hanem egy LED megvillantásától akár egy saját tervezésű robot megépítéséig eljutni. A gyakorlat mellett azért a legfontosabb elméleti ismereteket is átveszünk, hogy egy mérnöki szempontból hasznos képet tudjunk alkotni az elektromos áramról. Vágjunk hát bele ebbe a csodálatos kalandba! Az elektromosság szó a gyanta görög nevéből az elektromból ered, vagyis már az ókori görögök is ismerték a kifejezés mögött megbújó fizikai jelenséget. Tálész megfigyelte, hogy a gyapjúval megdörzsött borostyánkő, alias megkövesed egy anta, apró tárgyakat, például száraz falevelet, vagy madártólat vonz magához. Azt is megfigyelték, hogy elég hosszú dörzsöléssel cikrát is tudnak pattintani. Ma ezt a jelenséget szatikus elektromosságnak nevezzük. Most ugorjunk egy kicsit az időben, és szágoldjunk keresztül az elektromosság történetének rögös országútján. Meg se álljunk egészen a borféle atommodellig. Minden anyag atomokból épül fel. Az atommodell az atom szerkezetét, felépítését leíró elméleti kép. A történelemben számos atommodell keletkezett, melyek egymásra épültek, vagy épp kizárták a másik elmélet igazát. John Dalton tudományos eredményeit az atomelmélettel magyarázta. Annyiféle atom, ahányféle elem az atom gömb alakú, egy vegyületben a részvevő elemek aránya állandó, akármennyi anyagból is keletkeznek. Thomson 1904-ben alkotta meg atommodelljét, a mazsolás puding modellt. Az elektron minden atomban jelen van. Később Rutherford 1911-ben bebizonyította, hogy az atomban a töltések nem egyenletesen oszlanak el. Az atom hasonlítanak rendszerhez. Az atom maga naphoz, az elektronok a bolygókhoz hasonlítanak. Bohr 1913-ban állapítja meg, hogy az elektronok csak meghatározott sugarú körpályán keringhetnek. Megszületik a borféle atommodell. Érdemes még megemlítenünk Schrödinger elméletét, miszerint az elektronnak hullámra és részecskére jellemző tulajdonságai is vannak. Helyét nem ismerhetjük, csak meghatározhatjuk előfordulási esélyét, elektronfelhő modell. Számunkra az atom atommagból és a körülötte meghatározott távolsága keringő elektronból áll. Az elektronok pályáját elektronhéjnak nevezzük. Az elektromos jelenségek oka az atomon belül található egyes elemi részecskék elektromos tulajdonsága, vagyis töltése. Az atom fő alkotó elemeik közül az atommagban található proton pozitív, Míg a borféle atommodell szerint az atomma körül keringő elektron pontosan ugyanakkor a negatív töltése rendelkezik. A proton és az elektron töltéseinek nagyságát elemi töltésnek nevezzük. A normál atom protonjainak és elektronjainak száma megegyezik, így az atom kifelé nem mutat töltést, tehát semleges. Ugyanez mondható el anyagaink nagyobb térfogatú részéről is. Ha a külső hatás következtében például mechanikai sorlódás, fény, hő vagy kémiai reakció hatására az elektronok közül egyet vagy többet eltávolítunk, az egyensúly felborul. A pozitív töltése túlsúlyba kerülnek, az atom többé nem semleges. Elektromos tulajdonságokkal rendelkezik, és kifelé pozitív töltés mutat. Ha az atom elektronhéjára egy vagy több plusz elektron kerül, az atom elektron többlettel fog rendelkezni, és kifelé negatív töltés mutat. Az elektromosság az anyag alapvető tulajdonsága. Az elektronokat ionokat, és általában a töltéssel rendelkező részecskéket töltéshordozóknak hívjuk. A töltések egymásra különböző hatással vannak. Megfigyelhető, hogy a különböző polaritású töltések vonzák, míg az azonos polaritású töltések taszítják egymást. A töltések között erőhatás működik, ami a különböző polaritású töltéseket összetartja a vonzás vagy taszítás során létrejövő erők nagyságát és irányát a kulom törvény írja le. A természetben előforduló töltése mindig az adott nagyságú elemi töltés egész számú többszörösei. Ezért az elemi töltések meghatározott mennyiségét, pontosabban 6,24 trillió elektron töltését elektromos töltésnek nevezzük. Az elektromos töltéssel rendelkező testek az általuk létehozott elektromos mező közvetítésével hatnak egymással. Az elektromos mező létezését először Feledély angol fizikus tételezte fel a 19. században. Mára bebizonyosodott, hogy az elektromos mező valóban az anyag létező, sajátos, nagyon finom eloszlású, nem atomi felépítésű formája. Az elektromos mező ugyanúgy láthatatlan, mint a mágneses mező. Jelenlétét azonban többféle módszerrel bebizonyíthatjuk. Például az elektromos állapotban lévő testek közelében a búzadal a szemcsék szabályos vonalakba rendeződnek. Tehát a szemcsék az elektromos mező hatására az elektromos mező erővonalai mentén rendeződnek el. Az elektromos áram a töltése rendelkező részecskék rendezett áramlása. Fémes kötésnél az atomok egymáshoz kapcsolódásában szerepet játszó vegyérték nem kötődnek szorosan a kristályrács meghatározott ionjához, hanem meglehetősen szabadon mozoghatnak. Emiatt szabad elektronoknak is nevezik őket. Külső elektromos mező nélkül a szabad elektronok rendezetten hőmozgás végeznek, akárcsak csak egy gáz molekulái. Elektromos mező hatására a szabad elektronok elmozdulása kitüntetett irányt nyer. Az elektromos mezőbe helyezett töltés a ráható erő hatására mozdul el. A mező a test mozgása közben pedig munkát végez. Az áramlás irányának váltakozása alapján beszélhetünk váltakozó, vagy áramlás irányának állandósága esetén egyenáramról. A továbbiakban mi az egyenállammal fogunk foglalkozni. Az áramlást egyébként azért nevezték el az elektronról, mert a gyakorlatban fémes vezetőket használunk, és a fémekben az elektronok mozognak. A folyadékokban a pozitív vagy negatív töltésű ionok áramlanak, ilyenkor ionáramról beszélünk. Az áramlás egyik legfontosabb jellemzője az áramerősség. Jele a nagy I. I egyenlő Q per T, ahol Q jelenti a T idő alatt az adott felületen átáramlott töltésmennyiséget. <tört> oké, oké. Értem én, hogy gőzgép, de mi hajtja? A feszültség, vagy más néven potenciálkülönbség az oka, hajtó ereje a töltésre rendelkező részecskék mozgásának. Ha nincs feszültség, nincs. Áramlás sem. Hogy jobban megértjük a feszültség miben létét, képzeljünk el most egy tetszőleges áramforrást, például elemet, akkumulátort. Az államforrásnak két pólusa van. Az egyik pozitív, a másik pedig negatív. Ezek a pólusok szigetelő réteggel vannak egymástól elválasztva. A negatív póluson negatív töltések, vagyis elektronok halmozódnak fel. A pozitív póluson pedig elektron hiány lép fel, ezért ez a pólus pozitívabb, mint a másik. Az elektron többlet egy magasabb energiaszintet képvisel, pedig tudjuk, hogy az elektronok önmaguktól mindig a legalacsonyabb energiaszintet foglalják el. Az elektronok ezért mindent el fognak követni, akár munkát is végeznek, hogy átjussanak az elem másik pólusára, és nyugalomba jussanak. A töltéshordozók egy szóval kiegyenlítődésre törekszenek, és az eközben elvégzett munkát tudjuk felhasználni arra, hogy működtessük az elektromos berendezéseinket. Ha az áramforrás Két sarkát vezető anyagokkal összekötjük, a töltéskiegyenlítődés az összekötő vezetéken, illetve az áramkörbe kapcsolt fogyasztón keresztül megindul. A töltések rendezett mozgásának hatását nevezzük elektromos áramnak. Az elem működése közben a cellák közötti potenciálkülönbség, vagyis a feszültség folyamatosan csökken. Végül kialakul egy egyensúlyi állapot, a telepünk lemezül. Ha a külső előhatással a különböző polaritású töltéseket szétválasztjuk, közöttük egy kiegyenlítő előhatás fog működni. Erről az erőhatásról beszéltünk az előbbiekben. A feszültség tehát a töltés szétválasztás közben keletkezik az áramforrásban, és hatására indul meg, illetve marad fenn a töltések áramlása, tehát az elektromos áram. Ne felejtsük el, a töltések szétválasztásához munkát kell végezni. A feszültség tehát megmutatja, hogy mennyi munkát végez az elektromos mező, miközben egy kulomtörtést a mező egyik pontjából a másikba áramoltat. A feszültség az elektromos mező jellemzője, nem pedig az elektroné. A feszültség mértékegysége a volt, Alexandro volta olasz fizikusról nevezték el. A vezetékkel összekapcsolt áramforrás, és fogyasztó áramkört alkot. Az áramkör, mint a neve is mutatja, mindig egy zárt folyamatot jelent. Egyetlen vezetéken sem folyik áram, ha annak csak az egyik vége csatlakozik. A legegyszerűbb áramkör részei a következők. Áramforrás, fogyasztó, kapcsoló és az összekötő vezetékek. Mint mondtam, tartós elektromos áram csak zárt áramkörben jöhet létre. Zárt áramkörben az elektronok, az áramforrás negatív pólusa felől vándorolnak a vezetéken, és fogyasztón keresztül a pozitív pólus felé. Ezt az áramlási irányt fizikai áramiránynak nevezzük. Régen az ezzel ellentétes irányt jelölték ki az áramirányának, mert még nem tudták, hogy milyen töltésű részecskék, milyen irányba mozognak a fémekben. Ezt a fizikai áramirányal ellentétes áramirányt technikai áramiránynak nevezzük. Most vegyünk egy nagy levegőt, és fogadjuk el, hogy a műszaki életben mind a mai napig ezt a helytelen technikai áramirányt használják, sőt, jobban tesszük, ha elfelejtjük a negatív pólus fogalmát is, mivel ezt sokszor nullának vagy földnek nevezik. Ha a fémes vezetőben elektromos áram folyik, az atomok közötti térben szabad elektronok mozognak. Az atomok hőmozgása miatt azonban az elektronok mozgása nem akadálymentes. Az elektromos áram számára minden vezető ellenállás jelent. Ezt az ellenállást a töltéshordozók a feszültség hatására küzdik le, és elektromos ellenállásnak nevezzük. Az elektromos ellenállás leküzdéséhez munkát kell végeznünk, ez a munka pedig hővi alakul, így a vezeték, amelyben az áram folyik, felmelegszik. Az áramnak ez a hőhatása lehet hasznos, például a melegítő eszközökben, mint amilyen a vasaló. Az izolámpa, vagyis villanykörte fényét is az elektromos áram által felízított Wolfram szál adja. Nagyon fontos, hogy megismerkedjünk a rövid zár fogalmával. A rövid zárás, vagy rövid zárlat elektronikai fogalom, ahol két adott államköri pont közötti összeköttetés ellenállása nagyon kicsi, elhanyagolható nagyságú. Mivel a rövid zár ellenállása nagyon kicsi, azon keresztül nagyon nagy áram folyhat. A két pont közötti feszültség különbségnek megfelelően. Az átfolyó áram hővé alakul, mely felmelegíti, vagy esetenként akár el is égetheti a vezetékeket. Fontos! Ha egy áramkörben nincs fogyasztó, akkor rövid zár alakul ki. Hogy pontosan megértjük, hogy mit is jelent ez, nézzünk meg róla egy rövid videót. A rövidzár demonstrálására vegyünk egy vezető papírdarabot, amely lehet egy sportszelet vagy laprágó csomagoló papírja. Középen egy papírvágóló segítségével keskenyítsük el, ezáltal lecsökken a keresztmetszete. Érintsük egy ceruzelem két pólusához egy-egy végét, és ezáltal rövidre zártuk az áramkört. Zárásként foglaljuk össze azt, amiről szó volt. A videóban megismerkedtünk az elektromosság legfontosabb fogalmaival. Megnéztük, hogy mi rejtőzik az áramerőség, a feszültség és az ellenállás kifejezés mögött. Talán kicsit túl elméletre is sikerült ez a bevezető videó, de már nem vagyunk attól messze, hogy belépjünk a hobbi elektronika csodálatos világába. A következő alkalommal megnézzük, hogy milyen kapcsolat írható fel a már bevezetett fogalmak között. Meg megismerkedünk az elektromosság legfontosabb törvényével. Tartsatok akkor is velem! Mielőtt elbúcsúznék, még egy apró érdekességet említenék meg. A magyar villamosság elnevezés Jedlik Ányostól származik, aki a villámszóból vezette le a villamossággal, vagyis az elektromossággal kapcsolatos elnevezéseket. Használjuk bátran! Hogyha tetszett a videó, iratkozzatok fel a csatornánkra, és tartsatok velem legközelebb is, amikor az OM-törvényjel fogunk megismerkedni. Köszönöm, hogy velünk voltatok, mindenkit sok is. szeretettel köszöntök! Az előző alkalommal megismerkedtünk a feszültség, az államevősség és az ellenállás fogalmával. Most újra átvesszük az eddigieket, csak egy kicsit másképpen, valamint megnézzük azt is, hogy milyen matematikai összefüggés ejtőzik meg a háttérben. Megismerkedünk az egyik legjelentősebb törvényel is, ami nélkül elég nehéz elboldogulni az elektronika világában. Kezdjünk hát bele! Az elektromosság megértése nem is olyan egyszerű feladat, mint az elsőre gondolnánk. Ennek az elsődleges oka az, hogy nehéz elképzelnünk, nehéz képet alkotnunk a jelenségről. Hogy közelebb kerüljünk az elektromosság megértéséhez, célszerű bevezetni egy régi, de jól bevált analógiát. Az elektromosság hasonlóan működik, mint a víz. Képzeljünk el, egy csővezetékből felépített hálózatot, amelyben a folyadékot a gravitáció ellenében egy pumpa mozgatja, keringeti. A vízvezetékcső a benne lévő vízcseppeket továbbítja, hasonlóan az elektromos vezetékhez, ami a töltéshordozó elektronokkal az elektromos energiát szállítja. A rendszerben a pumpa az elektromos áramforrás, például az elem vagy akkumulátor szerepét tölti be. A vízhálózatunkban szerepel még egy szabályozó csap is, ami változtatható ellenállásként képzelhető el. Valamint található még egy vízikerék is, ami pedig egy villanymotorna felelthető meg legkönnyebben. Ez az elrendezés analóg egy elektromos hálózattal, áramkörrel. A vízvezetékben nyomás van a pompa miatt, ami a feszültségnek felelthető meg. A víz csak akkor áramlik, ha két pont között a nyomás nullától különböző, ez nincsen másképpen az elektromosságban sem. Ha nincs feszültség, nincs áramlás sem. Ha az áramot folyadékként képzeljük el, akkor a feszültség egyfajta elektromos nyomásnak tekinthető. Amikor egy 9 voltos elemről beszélünk, akkor tulajdonképpen azt mondjuk, hogy 9 volt feszültségkülönbség mérhető az elem két pólusa között. Az elem a legegyszerűbb áramforrás, melyben egy vegyi folyamat játszódik le melynek következtében szabad elektronok keletkeznek, ezek egyik irányból a másikba folynak. Például képzeljünk el az elem belsejét két víztartályként. Az egyik legyen tele, a másik pedig üres. Ha most összekötjük őket egy csővel, akkor a víz addig folyik át rajta, az egyik irányba, míg az üres tartályban ugyanannyi víz nem lesz, mint korábban a teli tartályban. Tehát a két mennyiség kiegyenlítődik. Ugyanezt csinálják az elektronok az elem belsejében, egyik szélétől a másik felé haladnak. Amikor a csap teljesen el van zárva, nem folyik víz a hálózatban. Ez olyan, mint amikor az elektromos hálózatban a fogyasztó ki van kapcsolva. Amikor kinyitjuk a csapot, a nyomás hatására a víz a pompától áramolni kezd, és mozgásba hozza a kereket a csővezetéken adott idő alatt keresztül áramló folyadék mennyisége az áramerősségnek feleltethető meg. Ez a hasonlat segít megérteni, hogy az áramerőség függ a feszültségtől, példánkban a pumpa erejétől, valamint az ellenállástól, vagyis hogy a csap mennyire van nyitva analógiánk még az ellenállás keresztmetszettől való függését is segít megérteni. Egyszerűen beláthatjuk, hogy a kis keresztmetszetű cső jobban akadályozza a víz áramlását, mint a nagy. Ha azt akarjuk, hogy a kerék gyorsabban forogjon, jobban meg kell nyitnunk a csapot, vagy nagyobb átmérőjű csövet kell alkalmaznunk, azaz csökkentenünk kell az ellenállást, és növelni a pumpa nyomását, azaz a feszültséget. Összefoglalva a fentieket, amikor például egy 9 voltos elemet használunk, képzeljük el az elem feszültségét, mint víznyomást. A vízfolyás elektromos megfelelője az áramerősség, a csap pedig egy változtatható ellenállásnak tekinthető, amellyel az áram folyását akadályozzuk. Ez a három mennyiség egymással szoros kapcsolatban áll, a kapcsolatot pedig az ohm törvény fogalmazza meg ohm német tudós volt nevéhez fűződik az elektromosság egyik legjelentősebb törvénye az ohm törvény kimondja hogy az áramkörbe kapcsolt fogyasztó sarkain mérhető feszültség és a feszültség hatására a fogyasztón átfolyó áramelőssége egyenesen arányos ha a fogyasztó hőmérséklete állandó Matematikailag az alábbi egyszerű formulával írható le: a feszültség egyenlő, az ellenállás és az áramerősség szorzatával. Ezt legkönnyebben úgy jegyezhetjük meg, mint Uri képlet. Ohm törvényét legkönnyebben a képletpiramis segítségével tudjuk megjegyezni. A képletpiramis az A egyenlő B szorozva C típusú képletek ábrázolására szolgál. Segítségével könnyen megjegyezhető az adott képlet. A fent található betű azt a mennyiséget jelöli, amely két másik mennyiség szorzatából áll elő. Ezek az alsó sorban szerepelnek. Nézzük meg ezt a gyakorlatban. Legyen a keresett mennyiség az U, azaz a feszültség. Ha most letakarjuk az újunkkal az U betűt, akkor az alsó sorban marad az áramerősség és az ellenállás. Ezeknek a szózata adja a feszültséget. Legyen most a keresett mennyiség az ellenállás. Ha letakarjuk az ellenállás jelét, akkor a feszültséget osztanunk kell az áramerősséggel, U osztva ível megadja az ellenállást. Legyen most a keresett mennyiség az í. Az í értéke már könnyen kitalálható. Ha letakarjuk az í betűt, akkor azt kapjuk, hogy az áramerőség egyenlő a feszültség osztva az ellenállással. Látjuk, hogy nagyon egyszerű az Ohm-törvény használata. Ebben a rövid videóban megismerkedtünk az OM törvényével, ami kimondja, hogy a feszültség és az áramerősség egymással egyenesen arányos. Tehát hányodosuk állandó. Ez az állandó a fogyasztóra jellemző adat, és a fogyasztó elektromos ellenállásának nevezzük. Már nem vagyunk messze attól, hogy valóban megtervezzük és megépítjük első áramkörünket, de addig még pár kisebb elméletet át kell rágnunk. Legyetek akkor is velem, köszönök minden megnézett percet, ha tetszenek a videók, iratkozzatok föl a csatornánkra, addig is jó munkát, tanulást, találkozunk legközelebb is. Sziasztok! Mindenkit sok szeretettel köszöntök! Az előző alkalommal megismerkedtünk egy régi, de jól bevált analógiával, miszerint az elektromosság a vízhez hasonlóan működik. Az analógia szerint a feszültség a víznyomásnak, a vízhozam pedig az áramerőségnek feleltethető meg. Az elektromos hálózattal analóg vízvezeték hálózatunkban szerepelt még egy csap is, ami az ellenállás szerepét töltötte be. Ebben a rendszerben, ha azt akartuk, hogy a kerék gyorsabban forogjon, jobban meg kellett nyitnunk a csapot, azaz csökkentenünk kellett az ellenállást, és növelni a pumpa nyomását, vagyis növelni kellett a feszültséget. A másik dolog, amit észre lehet venni, az az, hogy a kerék forgása közben a tengelye kicsit felmelegszik. A tengelynél létrejövő súrlódás melegedést, tehát energiavesztességet okoz. Fontos, hogy megértsük, nem az összes energia alakítható át mozgásá, mert egy része nem hasznosul, hanem hőenergiává alakul. Ebben a leckében ezekkel az energia átalakulásokkal és a hozzájuk szorosan kapcsolódó fogalmakkal fogunk megismerkedni. Zárt áramkörben, az elektromos berendezésekben különféle energia átalakulások játszódnak le. Az elektromos energia az izzóban fény és hőenergiává, a villanymotorban mechanikai energiává, a hősugárzó fűtőszálában hőenergiává alakul át. Miközben az elektromos energia más energiává alakul át, az elektromos áram munkát végez. Tudjuk, hogy az elektromos tulajdonságú részecskék az elektromos mező hatására áramlanak. Ilyenkor az elektromos mező munkát végez. Az elektromos mezőt munkavégzés szempontjából pedig a feszültség jellemzi. A feszültség az elektromos munka és a közben áramlott elektromos töltés hányadosaként határozható meg. Ebből következik, hogy az elektromos munka a feszültség és az általamló törtés szózataként számítható ki, vagyis a nagy dupla v egyenlő U szorozva q -val. A munkavégzés közben gyakran a munka nagysága mellett az is fontos kérdés, hogy mennyi idő alatt zajlik le a folyamat. Sokkal jobbnak érezzük például azt a síliftet, felvonót, amelyik ugyanabban a magasságban rövidebb idő alatt húz fel bennünket, pedig ez sem végez ajtunk több munkát, hiszen végül is ugyanolyan magasról csúszhatunk le. Azt a fizikai mennyiséget, amely megadja a munkavégzés sebességét, tehát, hogy egysényi idő alatt mennyi a végzett munka teljesítménynek, pontosabban átlag teljesítménynek nevezzük. Egy kis érdekesség, a közhiedelemmel ellentétben Watt nem találta fel a gőzgépet. Watt találmánya a vízgőz lecsapására szolgáló gőzkondenzátor volt, amelyel a gőzgép hatásfokát, gazdaságosságát növelte meg jelentősen. Az elektromos folyamatok egyik igen fontos jellemzője a teljesítmény ami az energia átalakulásának sebességét fejezi ki. Emlékezzünk vissza egy kicsit. Miközben az elektromos energia más energiává alakul át, az elektromos áram munkát végez. A teljesítmény ennek az átalakulásnak a sebességét fejezi ki. Általánosan tehát igaz, hogy egy fogyasztó elektromos teljesítménye megegyezik a fogyasztóra kapcsolt feszültség és a rajta átfolyó áramerősség szorzatával. Képlet segítségével ezt így fejezhetjük ki, P egyenlő U szorozva I-vel. Az összefüggés természetesen a mértékegységekre is vonatkozik. 1 watt egyenlő 1 volt szorozva 1 amperral. A víz analógia alapján a teljesítmény egyenlő a víznyomás, szorozva a vízhozammal. A fogyasztók összehasonlítására a teljesítményt használjuk. A 100 wattos izzó azért világít jobban, mint a 60 wattos, mert benne ugyanannyi idő alatt nagyobb energiaváltozás jön létre. Az áramerősség, feszültség és ellenállás mellé most már csatlakozott a teljesítmény fogalma is. Nincs más hátra, mint négy e paraméter között felelhető kapcsolatokat a matematika nyelvén is megfogalmazni. Kiegészítve Ohm törvényét a teljesítménnyel az alábbi segédábrát kapjuk. Az OM kerék segítségével könnyedén megkapjuk a levezetett összefüggéseket, bármelyi paraméterre is legyünk kíváncsiak. Nagyon praktikus ez az összeállítás, ezért azt javaslom, hogy műhelyünkben mindig legyen kézközelben. A matek után nézzük meg, hogyan épül föl egy egyszerű áramkör. Igaz, foglalkoztunk már az áramkörök felépítésével, de érdemes még egy kis időt szentelni a témának. A legegyszerűbb áramkör egy termelőből, egy fogyasztóból és az őket összekötő vezetőből áll. Az áramkör elemeinek elnevezése egyébként utal a körön belüli energiaviszonyokra is. A termelőt szokás még forrásnak, illetve generátornak is nevezni. Teljes terhelésnél a fogyasztó esetünkben a villanykörte névleges teljesítményt ad le. Ekkor névleges áram folyik át rajta, és a kapcsai között névleges feszültség mérhető. A valóságban viszont a műszaki berendezések által leadott teljesítmény, mivel a veszteségek nem szüntethetők meg teljesen, mindig kisebb, mint amennyit a berendezés felvett. A forrástól a fogyasztóig az elektromos energiát vezetékek segítségével juttatjuk el. A vezetékeknek viszont az ábrának megfelelő összefüggés alapján meghatározható ellenállásuk van. Ez az ellenállás érték ugyan kicsi, de a rajta átfolyó áramerőség hatására a vezetékben PV nagyságú hőteljesítmény keletkezik. Ez jobb esetben csak a generátor hasznos teljesítményét csökkenti, rosszabb esetben komolyabb károkat is okozhat. Most érjünk át arra, mi a rövidzár. Ha az áramforrás két kivezetését közvetlenül összekötjük, egy rövidzárot hozunk létre, hiszen ilyenkor nincsen fogyasztó az áramkörben. Az OM törvény segítségével kiszámolható a terhelő áram Gondoljuk meg, ha nagyon kicsi egy szám, akkor az nagyon sokszor van meg bármilyen más számban, így amikor az ellenállási értéke közelít a nullához, nagyon nagy, határhelyzetben végtelen nagy áram terheli az áramkörünket. A rövid zár, a legnagyobb terhelés az áramforrás számára, a vezetéke túlhevülhetnek és spontán kigyulladhatnak. Nagyon fontos, hogy soha ne zárjunk rövidre áramforrást. A rövid hatásait egy rövid videón keresztül figyelhetjük meg. Szükség lesz a kísérlethez egy másfél voltos ceruzelemre, egy vagy laprágóra és egy papírvágóolóra. Csomagoljuk ki a sport hiszen a belső csomagolóanyaggal lesz szükségünk, ezt használjuk föl vezető anyagként. A csomagoló papír fémesen csillogó oldala elektromosan vezet, még a másik oldal nem. A sport természetesen csak a sikeres kísérlet elvégzése után szabad elfogyasztani. Simítjuk ki a csomagoló papírt, majd a papírvágóllóval vágjunk le egy kb. 1 cm széles sávot a csomagolóanyagból, ez lesz a vezetőnk, a vezetékünk. Azért, hogy az elektromos áram hatásait szemléltetni tudjuk, a papírvágóllóval vékonyítjuk el középtájon a vezetőnket. Az így kialakított ellenállás, mint egy fűtőszál fog viselkedni a kísérlet alatt. Miután elkészítettük a fűtőszálat, nyomjuk a vezetőnk egyik végét az elem pozitív, majd a másikat az elem negatív pórusához. Figyeljünk arra oda, hogy a vezető felével érintkezzen a vezetőnk az elemmel. Ekkor rövidre zártuk az áramkört, és azt fogjuk tapasztalni, hogy az elem felforrósodik. A kialakított fűtőszál egyre melegszik egészen addig, míg meg nem gyújtja a környezetében lévő éghető anyagokat, esetünkben a vezető hátsó papíroldalát. Előfordulhat, hogy nem kap lángra a vezetőnk, mivel nem keletkezett elegendő hőteljesítmény. A vezetékek melegedésére az áramsűrűség a legjellemzőbb mennyiség, amely az egysényi keresztmetszeten átfolyó áramerőséget mutatja meg. Jele a nagy J. Az összefüggésben a nagy A a vezeték keresztmetszete négyzetmilliméterben, és a nagy I a rajta keresztül folyó áram erősége. Ez azt jelenti, hogy ugyanakkor a áramerősség esetén egy vezetékben az áramsűrűség a kisebb keresztmetszetű részben nagyobb. Tehát a vezetékek legkisebb keresztmetszete határozza meg azt a maximális áramerősséget, amit még elvisel. Mivel a kísérletünkben a vezetékünk nem szakadt meg, tovább kell csökkentenünk a keresztmetszetét, ezáltal növelve az ellenállást és az áramsűrűséget. Ha most újra rövide zárjuk az áramkört, egyből lángra kap a vezetőnk, és az áramkör megszakad. A kísérlet alapján az alábbi tapasztalatokat vonhatjuk le. A rövid zár a legnagyobb terhelés az áramforrás számára, a vezetékek túlhevülhetnek és spontán kigyulladhatnak. Fontos, hogy a vezetékek keresztmetszete mindig a terheléshez legyen igazítva, vagyis méretezve legyenek. A rövid zár esetén egy tervezett könnyítés meg tudja szakítani az áramkört, így megvédhetjük az áramkör többi részét a károsodástól. A rövidzel káros következményeinek megakadályozására szolgál a biztosíték. Régebben az áram hőhatásán alapuló olvadó biztosítékokat használtak, ami a megengedettnél nagyobb áramerőség hatására megolvadt, és így megszakította az áramkört. A lakásokban ma már inkább az úgynevezett automata biztosíték használatos, amely az áram mágneses hatásán alapul. Összefoglalásként nézzünk meg egy nagyon egyszerű számpéldát. Egy átlagos lakás esetén általában 16 amperra méretezett biztosítékot szoktak használni. Ez azt jelenti, hogy a mellék áramkörökből legfeljebb 16 amper áramelősség folyhat össze a fő áramkörbe. A hálózati feszültség 220 volt. Mivel a teljesítmények is összeadódnak, ezért legfeljebb annyi elektromos berendezést használtunk egyszerre, amennyinek az összteljesítménye nem haladja meg a 16 amper szorozva 220 volttal, azaz a 3520 watt értéket. Ha ezt mégis túllépnénk, a biztosíték kiord, és megszakítja az áramkört, mint ahogyan én most ezt a videót. Sziasztok! A mai alkalommal az egyik legfontosabb áramköri elemmel, az ellenállással fogunk megismerkedni. Az áramköreinkben mindenütt és mindenhol jelen van. Feladata, hogy megfelelő mértékű elektromos ellenállás biztosítson egy áramkör adott részén, vagyis meghatározott mértékű áramkorlátozó képességgel kell rendelkeznie. Az ellenállás, mint áramköri elem, áll hordozóból, az ellenállást képező rosszul vezető anyagból, kivezetőkből és végül a védőbevonatból. A hordozó általában valamilyen szigetelő anyag, például műanyag vagy kerámia. A vezető anyag a gyártáskor a hordozóra kerül. A vezető anyag az áramot rosszul, de ismert módon vezető szén vagy fémréteg. A két darab kivezetés jó áramvezető tulajdonságú anyagból készül. A védőbevonat feladata, a vezető rész külső behatások elleni védelme, mechanikai hatások és főleg az oxidáció megakadályozása. Az ellenállások eltérő gyártási technológiával készülnek, és többféle kialakításban kerülnek forgalomba. Nagyon sok színű a választék, ezért célszerű a legfontosabb ismereteket összefoglalnunk. A gyakorlatban előforduló ellenállásokat kialakításuktól függően három fő csoportra osztjuk, így beszélhetünk réteg, tömör vagy húzal ellenállásról. A réteg ellenállás olyan ellenállás, amelynek az áramvezető része a hordozóra felvitt réteganyag. A réteg ellenállás vezető anyaga régebben kizárólag szén vagy korom volt. Ma általánosan a fém. Ennek megfelelően szén illetve fémréteg ellenállása neve. Az ellenállás értékét a szigetelő, hordozóra rágőzölt fém fajlagos ellenállásával, a réteg vastagságával és az úgynevezett spirál köszörüléssel állítják be pontosan. A tömör ellenállás esetében a hordozóba kevert vezetőanyag a teljes keresztmetszetével részt vesz az áramvezetésben. Ezzel szemben a húzal ellenállás pedig olyan ellenállás, amelynek az áramvezető része a hordozóra tekercselt ellenállás húzal. Részletesebben most csak a tömő felépítésével foglalkozunk. A tömő ellenállás olyan ellenállás, melynek teste az ellenállás anyagából készült tömő rúd, melybe kivezető húzalokat ágyaznak. Vezető anyagként szenet, grafitot, kolmot, illetve különféle fémoxidok és kötőanyag keverékét használják. Legtöbbet alkalmazott tömör ellenállás a szén ellenállás, melynek anyaga vegyi úton nyert szén. Az ellenállás vezető képességét a vezetőanyag esetünkben a szén és a kötőanyag megfelelő arányú keveréke állítja be. A vezetőképesség növekszik, ha a kötőanyaghoz több szenet adagolunk és csökken, ha kevesebbet. A tömör ellenállás nagy zajtényezője miatt csak a zajt nem okozó áramkörökben használhatóak fel. Mivel nehezen állítható be pontosan a tömör ellenállás névleges értéke, ezért ma már egyre inkább háttérbe szorul. Léteznek még úgynevezett smd azaz felületre szedelt ö, eszközök, ellenállások is, melyek mindössze 1, 2 vagy 3 mm nagyságúak és kivezető lábak helyett fénykontakt réteggel kapcsolódnak a vezetősávhoz. Az ellenállások értékét a fajlagos ellenállás segítségével állítják be. Az anyagok fajlagos ellenállásának nevezzük, az egy méter hosszúságú és egy négyzetméter keresztmetszetű, szobahőmérsékletű, tömör, szennyezésmentes anyagon mért elektromos ellenállást. A fajlagos ellenállás az anyagra jellemző érték és a dián látható összefüggéssel számíthatjuk. Láthatjuk, hogy az ellenállás értéke függ a vezető hosszától, a vezető keresztmetszetétől és az anyagra jellemző fajlagos ellenállás értékétől. E paraméterek ismeretében be tudjuk állítani a szükséges ellenállás értéket. Természetesen mi is tudunk könnyedén ellenállást készíteni. Ehhez nincsen más a szükségünk, mint egy két b s puha graficeruzára, valamint egy kockás füzetre. A kockás füzet tetszőleges oldalán legalább egy 2x20-as négyzet hálót színezünk be a graficeruzával. A papír nem vezeti az elektromos áramot, de ha többször egymást fedik a rétegek, akkor egy adott ellenállást hozunk létre. Most, hogy elkészültünk az ellenállásunkkal, vegyük elő a multimétert. Kapcsoljuk ellenállásmérése, ha lehetséges, legyen a mérési tartomány automatikus. Ha nem, akkor fölülről haladjunk lefele. Az érzékelő csúcsokat helyezzük az ellenállás két legtávolabbi pontjára olvassuk le az értéket. Majd kezdjük el az érzékelőket egymáshoz közelíteni. Ahogyan közelítjük őket egymáshoz, azt tapasztaljuk, hogy egyre kisebb ellenállásértékeket értékeket mérünk. Ezáltal könnyen belátható, hogy az ellenállás hogyan függ az ellenállás geometriai méreteitől, a fajlagos értékén túl. A papír, amint látható, nem vezeti az elektromos áramot. Most az ellenállás két legtávolabbi pontjára illesszük a mérőcsúcsokat. Ekkor kapjuk a legnagyobb ellenállásértéket. Ha most a távolságot a felére vesszük, akkor körülbelül az előző érték felét kell, hogy mérjük a multiméterrel. Ha még közelebb helyezzük a mérőcsúcsokat, akkor még kisebb ellenállásértéket fogunk mérni a mérőeszközünkkel. Azt hiszem, hogy ennyi bőven elegendő az ellenállás megértéséhez. Az ellenálláson a sarkaira kapcsolt feszültség hatására áram indul meg. Az egyenáramú ellenállás azért keletkezik, mert a töltéshordozó részecskék ütköznek az adott anyag atomjaival. Az áramot vezető ellenállásban a bevitt energia teljes mértékben hővé alakul. Az ellenállás addig melegszik, ameddig a környezetének sugázással vagy hővezetéssel. Leadott hőmennyiség meg nem egyezik a felvett villamos teljesítményből keletkező hőmennyiséggel. Erről a jelenségről nézzünk meg egy rövid videót. Ahhoz, hogy az ellenállás megfelelő hőmennyiséget le tudja sugározni, kellő nagyságú sugárzó felülete van szüksége. Ha a sugárzó felület túl kicsi, az ellenállás túl hevül és elég. Ezért a gyártó minden ellenállása megadja a terhelhetőséget, azaz azt a teljesítményt, amelyet az ellenállás károsodás nélkül el tud diszipálni, hővé tud alakítani. A névleges teljesítmény tehát azt az elektromos teljesítményt adja meg, amely mellett az ellenállás nem melegszik bizonyos fokon túl. Az elősebb melegedés az ellenállás élettartalmának rohamos csökkenéséhez vezet, ezt láttuk a videóban is. Ilyen ma szokásos teljesítményértékek, például az 1,16-od, 1,8-ad, 1,4-ed, 1,2-ed vagy éppen az 1-2 wattos ellenállások. Évtizedekig az egy 4 wattos névleges teljesítményű ellenállások voltak a legelterjedtebbek. Manapság inkább már az egy 8 wattos és ennél kisebb névleges teljesítményű ellenállásokat alkalmazzák a méretek csökkentése véget. Az ellenállás névleges értéke az az érték, amely 20 Celsius fokon hőmérsékleten mérhető. Ezt onban adják meg, amelyet rányomtatnak, vagy színgyűrükkel kódolva tüntetik fel az ellenálláson. A valóságban sajnos pontosan névleges értékű ellenállást nem lehet készíteni, ettől az értéktől az ellenállás tényleges értéke eltérhet. Az eltérés engedélyezett nagyságát a tűrés határozza meg. Mint minden sorozat terméknél, az ellenállásnál is kisebb-nagyobb eltérések jelentkezhetnek a paraméterekben a gyártás közben. Az ellenállások tűrése a névleges ellenállás érték körüli várható szórás nagyságáról ad tájékoztatást, értékét pedig százalékban szokás megadni. Az ellenállás értéke a teljes élettartama alatt a megadott tűrésmezőn belül kell, hogy maradjon. Az ellenállás értéket és a tűrést általában szinkódokkal tüntetik fel az ellenállásokon. Feliratozást ritkán alkalmaznak. Ellenállásoknál az első gyűrű az alkatész egyik végéhez közelebb van, a gyakorlatban négy és öt gyűrűs jelölés létezik. Négy gyűrűs jelölés esetében az első három gyűrű az értéket, a negyedik a tűrést jelöli öt gyűrűs rendszerben a precíziós ellenállásoknál alkalmazzák ezt, négy gyűrű adja meg az értéket, és az ötödik gyűrű a tűrést. Mint a képen látható, minden gyűrűnek van egy adott színértéke. Nézzük meg, hogy melyik szín milyen értéket jelent. A fekete a nulla, a barna az egy, a vörös a kettő, a narancsárga a három, a sárga a négy, a zöld az öt, a kék a hat, a lila a hét, a szürke a nyolc, és végül a fehér a kilences. Az elmélet után vegyünk egy gyakorlati példát. A képen látható ellenállás értékét szeretnénk a színkódok alapján meghatározni. Az első gyűrű vörös színű, kettes értéket képvisel. A második gyűrű fekete, nullás értéket képvisel. A harmadik gyűrű zöld, ötös az értéke, azaz a szózó tíz az ötödiken. A negyedik gyűrű a tűzésről ad felvilágosítást, szürke színű, ezért 10%-os a pontossága az ellenállásnak. Az adatok alapján a következő információhoz tudunk jutni. 20 szorozva 100 ezerrel megkapjuk omban az ellenállás értékét, ez 2 millió om. Az SMD technológia még kisebb méretű alkatészekkel dolgozik, melyeknél az ellenállások jelölésére a színes karikák alkalmatlanok. Ezekre a miniatűr alkatészekre a névleges értéke utaló három számjegyet írnak fel, melynek a színsávos jelölés logikája szerint a névleges érték első két számjegyét és a szorzót 10 hatványát mutatják. Ha négy számjegyes feliratot látunk, akkor a logika hasonló a háromjegyű jelöléshez, csak itt az első három számjegy jelzi az értéket, és a negyedik számjegy a nullák számát. A színkódos jelölés nagyon praktikusnak tűnik, de higgyük el, hogy bizonyos esetekben ez nem is annyira egyszerű. Ezért jó, ha van nálunk egy multiméter, amellyel lemérhető az ellenállás értéke. Léteznek még online kalkulátorok is, ahol a megfelelő sorrendben meg kell adni a színeket, és megkapjuk az ellenállás értékét is. A mai leckében megismerkedtünk az elektromos ellenállással, mint áramköri elemmel. Csak a legfontosabb ismereteket vettük át, de már ebből is jól látható, hogy az ellenállás az elektronika világában csöppet sem haszontalan. Nem esett arról szó, hogy milyen fajtái, mint például termisztor, potenciométer, Fotoellenállás és a többi vannak az ellenállásnak, ezekről majd kicsit később bővebben fogunk foglalkozni. Most megköszönöm figyelmeteket, azt, hogy ma is velem voltatok, és ha tetszenek a videók, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra. Sziasztok! sok szeretettel köszöntök! A mai alkalommal a kapcsolókkal és nyomógombokkal fogunk megismerkedni. Pár gondolat bevezetőül. Az elektronika olyan eszközökkel foglalkozik, amelyek az elektronok áramlásának szabályozását, fizikai mennyiségek elektromos jellé alakítását végzik. A fő felhasználási területei az elektronikus áramköröknek a szabályozás és vezérlés, azaz az információ információfeldolgozás. Az elektronikus áramkörökben kísértékű áramok, feszültség vannak jelen, mivel feladatuk nem az elektromos áram energiájának továbbítása, hanem az elektromos jelek információhordozó képességének felhasználása. A most látható egyszerű áramkör is sokkal hasznosabb, mint az elsőre gondolnánk. Az elektromos kapcsoló egy olyan áramkör elem, amely az elektromos áramot bizonyos irányban vagy átengedi, vagy nem. Ez azért van, mert az ideális kapcsoló nyitott állapotban végtelen nagy ellenállásra rendelkezik, így nem viselkedik vezetőként. Zárt állapotban viszont, mivel az állam közállódik, a vezetése válik végtelenné, és ellenállása csökken le nullára. Az elektromos kapcsoló segítségével tehát könnyedén zárhatjuk, vagy megszakíthatjuk az áramkört, vagyis vezérelhetjük. De miért fontos ez? A lámpa fényének ütemes ki- és bekapcsolásával ugyanis komplex információ küldhető át a kommunikációs csatornán, gondoljunk csak például a mozekódra. A kapcsoló segítségével előállított jelsorozat jól ábrázolható az alábbi diagrammal, és ezzel már is elérkeztünk a digitális jelfogalmához. Egy digitális jelrendszer diszkét egymástól jól megkülönböztethető jelekből épül föl. Bár a digitális jelfogalom sokak szerint csak a modern elektronikában és a számítástechnikában használt bináris elektronikus digitális rendszerekkel áll összefüggésben, ez a feltételezés nem helyes. A digitális rendszerek valójában nagyon ősi eredetűek, és sem az nem szükséges, hogy binárisak, sem az, hogy elektronikusak legyenek. Talán a füstsel a digitális jel legősi példája, melynél egy analóg hordozót, a füstöt, modulálnak egy poklóccal, így hozva létre a digitális jeleket, azaz füstgomolyagokat, melyek az információt szállítják. A digitális jelekkel később még részletesebben fogunk foglalkozni, most térjünk vissza a kapcsolókhoz. Az elektromos kapcsolók nagyon egyszerű szerkezetek, mégis nagyon különbözőek tudnak lenni a kapcsolható áram és feszültség nagysága, a működtetés módja, illetve esztétikai kialakításuk szerint. Működtetésük lehet mechanikus módon, nyomás, húzás vagy billentés, elektromágnessel, hőhatása vagy elektronikusan. A kapcsolókra vonatkozó legfontosabb adatok a pólusok és állások száma, a terhelhetőség, valamint a vezérlés módja. A pólus a kapcsoló mozgó része, amely a kapcsoló egyes kivezetéseit össze tudja kötni. Egyszerű kapcsolóknál csak egy van belőle, de bonyolultabb kapcsolási feladatok egyidejű elvégzésére készítenek több pólusú kapcsolókat is. Az állások száma arra vonatkozik, hogy a pólus hány különböző helyzetben mozdítható el. Az elmozdítás után a kapcsolók többsége az új állásban marad, ellenkező esetben nyomógombról beszélünk. Az elektromechanikus kapcsolók tökéletesen alkalmasak és elégségesek egyszerű kapcsolási feladatokra, mint például ördögi kísérletek beindítása, amennyiben nem merül fel valamilyen egyéb a mechanikus kapcsolók által nem nyújtott kedvező paraméter szükséglete, például hosszú élettartam vagy teljesen hangtalan üzemelés. A kapcsoló élettartalmának jellemzésére a hibamentes átkapcsolások számát használják. A vezérlést illetően a mechanikus kapcsolók működtethetők billentéssel, eltolással, húzással, forgatással, nyomással. Az egypólusú egyáramkörös kapcsolónak két kivezetése van, ezek között folyik vagy nem az áram. Alaphelyzetben lehet nyitott vagy zárt. Minden beszerelt kapcsolónak az adott államkörhöz megfelelő paraméterekkel kell rendelkeznie. A kapcsolók egyik lényeges jellemzője az a feszültség, amelyet nyitott állapotban még elvisel. A valós kapcsoló ellenállása kisebb végtelennél, ezért azon nyitott állapotban is diszipálódik teljesítmény. Ugyancsak véges az érintkező távolsága, így mint szikra közök között adott feszültség átüt. Az áram esetében két értéket kell tudni, a bekapcsolt állapotban elviselhető érték a termikus állam, a kikapcsolás közben illetve előtte fennálló áram a kapcsolási. Az egypólusú két állam közös kapcsolónak három kivezetése van, a közös érintkező hol az egyik, hol a másik érintkezőhöz kapcsolódik. Váltókapcsolónak is hívják. Átkapcsoláskor rövid ideig előfordulhat, hogy a közös érintkező egyik érintkező sem kapcsolódik, vagy egyszerre mindkettőhöz. Beszélhetünk még kétpólusú egy áramkörös kapcsolóról. Gyakorta alkalmazzák két párhuzamos világítási áramkör ahol a világítási áramkörök egyformán működnek, vagy akkor, ha a teljesítmény túlépi egy érintkező kapacitását. A kétpólusú kétáramkörös kapcsoló két mechanikusan összekapcsolt egypólusú kétáramkörös kapcsolóból áll. Gyakran alkalmazzák egyenáramú motor irányváltójaként. N stabil állapotnak megfelelő N érintkezője, és ezen felül legalább egy közös érintkezője van a forgókapcsolónak. Kapcsoláskor az adott érintkezőt és a közös érintkezőt köti össze. A közös érintkező az N közül egyhez csatlakozik. Továbbfejlesztése a két három közös kapcsolónak a forgókapcsoló. Már sokszor esett a kapcsolókról, de mi a helyzet a nyomógombokkal? A nyomógombok kapcsoló visszahúzó rugókkal vannak felszerelve, mint például a csengő nyomógomb. Tehát csak rövid időtartalmú kapcsolási impulzusokat gerjesztenek, amíg valaki éppen nyomva tartja a gombot. Amikor elengedjük a rugókkal felszerelt nyomógombot, mindig visszaugrik eredeti helyzetébe. Különböző elektromos és elektronikus berendezések működtetéséhez alkalmazkodik Végezhetünk bekapcsolást, kikapcsolást, vagy éppen átkapcsolást. A nyomógomboknál a stabil állapot lehet nyitott vagy zárt. A következő néhány példában zárójelben jelezzük a kapcsoló pillanatnyi állapotát. Az első kapcsolónál, mivel az on van zárójelben, ez a kapcsoló pillanatnyi állapota. Az ilyen egypólusú kapcsolót csak külső erő segítségével tudjuk átkapcsolni, de az erő megszüntekor visszaáll az eredeti helyzetbe, és a kapcsolat megszűnik. Ezt nyitott kapcsolónak nevezzük. Rövidítése NO Normali Open. Az egypólusú kapcsoló ellentetje a következő típus. Alapvetően zárt kapcsoló a gomb mennyomásával tudjuk megszakítani a kapcsolatot. Pillanatnyi állapota off. Ezt zárt kapcsolónak nevezzük, rövidítése NC Normali Closed. Az utolsó nyomógombunk kettős működésű, alapállapotban az egyik államkör stabilan zárt, a másik pedig nyitott. A nyomógomb benyomásakor, az eddig zárt államkör esetén a kapcsolat megszakad, a nyitott államkör viszont záródik. Ott érdemes ilyen nyomógombot alkalmazni, ahol nem csak a nyomógomb benyomásáról, hanem annak egyértelmű felengedéséről is szeretnénk visszacsatolást kapni. Természetesen más variációk is elképzelhetőek mint azokat, amiket most bemutattunk. A multiméter segítségével könnyen ellenőrizhetjük és megérthetjük az adott kapcsoló működését. Ez sokszor segít kideríteni azt is, hogy melyik érintkezők vannak kapcsolatban, amikor be vagy éppen kikapcsoljuk az adott kapcsolót. A multimétert először is a folytonosság vagy szakadás vizsgáló állapotba kell kapcsolni, ezt a dióda jel mutatja. A műszer képernyőjén mindaddig egyest fogunk látni, amíg nem kötünk össze két vezetőt a mérőcsúcsokkal. Ilyenkor két eset lehetséges. Ha a pontok között szakadás van, akkor továbbra is egyes látunk, még ha kapcsolatot találunk, akkor a nulla érték jelenik meg. Egyes multiméter típusok képesek hanggal és fényel is jelezni az eredményt. Sípolnak, ha találnak kapcsolatot, és némák maradnak, ha nem. A szakadásvizsgálat nyomógombok esetén is igen hasznos, főleg akkor, ha nem emlékeznénk arra, hogy normál esetben nyitott vagy zárt kapcsolóval van dolgunk. A folytonosság tesztelő funkciót csak olyan áramkörökön és alkatészeken használjuk, amik nincsenek feszültség alatt. Bármely mechanikus kapcsoló be- és kikapcsolásánál az érintkezők többször is érintkeznek egymással, ezzel rövid időre bizonytalan kapcsolási állapotot létrehozva. Olyan készülékeknél, ahol a kapcsolást érzékelő áramkör nagyon gyors, előfordulhat, hogy a figyelő áramkör a kontaktus bontását, illetve zárását hibásan többször is érzékeli. Ez zavart okozhat a be- illetve kikapcsolási folyamat korrekt felismerésében. Ennek megakadályozását különféle megoldásokat dolgoztak ki, például az időtiltást, de ezzel csak később fogunk foglalkozni. Az elektromos áramot megszakító-kapcsoló kontaktusai között az áram erősségétől, az áramot áthajtó feszültség nagyságától, valamint az áram jellegétől függően egyen- vagy váltakozó elektromos ív képződik. Ennek oka, hogy a kapcsoló érintkezései között elektronok halmozódnak fel az egyik vagy másik oldal rovására. Két különböző elektromos potenciálon lévő felület vagy terület között pedig elektronvándorlás indul meg. Az elektronok leginkább fémeken keresztül szeretnek vándorolni, de amikor már olyan sokan vannak és annyira akarnak menni vonzódásuk miatt, elindulnak akár a levegőn keresztül is. A száguldó elektronok nekiütközhetnek a közegatomja a levegő teli van rengeteg porral és ionnal és azok elektronpályáit olyan mértékben sértik hogy fotonokat löknek ki a fotonokat látjuk mi mint fény az elektromos ívképződés számunkra szükségtelen károkozást több műszaki megoldás együttes alkalmazásával lehetséges csak minimalizálni. Két kapcsoló sorba kapcsolva a logikai és műveletet valósítja meg. Akkor és csak akkor folyik át rajta állam, ha mindkét kapcsoló be van kapcsolva. A párhuzamos kapcsolás a logikai vagy művelet a kapcsolók esetében is alkalmazható. Elektronikában kapcsoló párhuzamos kapcsolás esetén akkor és csak akkor folyik át áram, ha legalább az egyikbe van kapcsolva. Ez a kapcsolás a logikai ekvivalenciát valósítja meg, akkor és csak akkor folyik át rajta állam, ha a kapcsolók állása megegyezik. Egy világítási kör két helyről való kapcsolásánál alkalmazzák, például folyosók és két bejáratú helységek. Az invertálás általában fordítás jelent. Az invertáló kapcsolás a bejövő két pólust, így az áram folyásának irányát felcseréli. Egyenáramú motor irányváltójaként elterjedt lelke egy két pólusú két kapcsoló. A váltó illetve alternatív kapcsolók arra szolgálnak, hogy egy izolámpát vagy lámpacsoportot két helyről rendszerint váltakozva lehessen be és kikapcsolni, ahogy azt az ábra is mutatja. A kapcsolókat olyan helyekre helyezik el, hogy azok az érintett terület folyósó lépcsőház vagy más több bajtos helység egyes bejáratainál legyenek hozzáférhetők. A váltókapcsoló egyik legjellegzetesebb felhasználási területe a lépcsőházak világításának működtetése. Ebből alakult ki a nagyon elterjedt népies elnevezése a lépcsőházi kapcsoló. A váltó, illetve alternatív kapcsolás megértéséhez nézzük meg az alábbi példát. Egy LED állapotát szeretnénk szabályozni a kapcsolókkal úgy, hogy bármelyiket is kapcsoljuk át, az a LED logikai állapotát fordítsa meg. Magyarul, ha az egyik kapcsoló bekapcsolja a LED fényét, akkor a másik az kapcsolja ki. Az áramkör összeállításához szükségünk lesz két darab egypólusú, két áramkörös kapcsolóra, egy LED-re, és egy áramkorlátozó ellenállása. Első lépésként kössük össze a kapcsolók érintkezési pontjait az ábrán látható módon. Ezután egy fekete krokodil csipes segítségével az egyik kapcsoló közös pontját kössük össze az áramforrás negatív pólusával, az ellen pozitív pólusára pedig illeszünk egy feketétől eltérő színű krokodil csipeszt. Most vegyük kézbe a másik kapcsolót, hogy a közös pontját kössük össze a LED katódjával, ez a LED rövidebbik lába. Végül a tápforrás pozitív pólusát kössük az előtét ellenálláshoz, ezzel zárjuk az áramkört, és a LED fényel kigyullad. Ezzel elkészült az áramkörünk. Látható, hogy a kapcsolók állása ellentétes. Bármelyiket is kapcsoljuk át, azzal a led állapotát is megváltoztatjuk. Vagyis, ha egy hosszú folyosó elején felkapcsoljuk a világítást, akkor azt a folyosó végén elhelyezett kapcsoló segítségével is lekapcsolhatjuk. Ezért az ilyen típusú kapcsolást keresztkapcsolásként is gyakran alkalmazzák egy világítási kör vagy több helyről való kapcsolásánál. bármelyik kapcsolót is billentjük át, az a másik kapcsoló logikai értékét fordítja meg, így a LED fénye hol fölvillan, hol pedig elalszik. Ebben a rövid összefoglalóban igyekeztem rávilágítani arra, hogy egy áramkörnek nélkülözhető, ám gyakorlati szempontból igen hasznos eleme a kapcsoló, mivel használatával az áramkör zárása és nyitása oldható meg egyszerűen és biztonságosan. Arra is láttunk példát, hogy több kapcsoló együttes használatával egyszerű és egészen összetett működési logikát is leírhatunk. Ezzel el is érkeztünk fő mondani valónkhoz. Kétértékű logikai rendszerekben az információt az igaz, hamis, logikai értékek jelentik. Az elektromossággal villamossága működő logikai rendszerekben ezekhez a logikai szintekhez kétféle villamos fizikai mennyiséget rendelhetünk, a feszültséget vagy az áramot. Áram logikáról beszélünk, ha a jelhordozó fizikai mennyiség áramlási útvonalának kapcsolásával alakul ki a logikai kapcsolat. A jelvivő van áram, nincs áramrendszerben, változik. Feszültség logika esetén a jelhordozó feszültség szint nagysága alacsony szint, illetve magas szint formájában, de erről majd még kicsit később fogunk beszélni. Ezzel elérkeztünk a videó végére. Köszönöm, hogy most is velem voltatok. Tartsatok velem legközelebb is, és ha tetszett a videó, iratkozzatok fel a csatornára, és mindenkinek szép nyarat, és jó pihenést kívánok. Sziasztok! Sziasztok! A most következő videóban összerakjuk mindazt, amit eddig tanultunk. Az elméletet a gyakorlatban próbáljuk ki, itt az ideje, hogy egy működő áramkört építsünk. A példa segít megérteni az omtörvényt, valamint szemlélteti az áramkör tervezésének alapjait is. Lássunk hozzá! Egyszerű, csak néhány áramköri elemet, energiaforrást, fogyasztót tartalmazó áramkör esetén az áramkör összeállítását akár a tényleges áramköri elemek levajzolásával is ábrázolhatjuk. Például egy zseblámpatelep és egy zseblámpaizó összekapcsolását. Könnyen beláthatjuk azonban, hogy bonyolult akár több száz vagy több ezer áramköri elemből álló áramkör esetén az ilyen rajz olvashatatlan, használhatatlan lenne. Ezért az áramkör összeállítását mutató kapcsolási rajzon az áramköri elemek egyszerűsített jelképeit, rajzjeleit használjuk. Ezek az egyszerűsített jelképek az ideális tulajdonságú arkatészeket jelölik. Most az előbb lerajzolt összeállítás kapcsolási rajzát láthatjuk. Az U feszültség hatására az ellenálláson I áram alakul ki az áramkörben. Figyeljük meg, hogy a vezetékeken az áramot ábrázoló nyíl megállapodás szerint a feltételezett pozitív töltéshordozók áramlási irányát mutatja. Az energiaforrás jelképező áramköri elem a feszültséggenerátor, amelynek kivezetései másképpen kapcsai, sarkai között az energiaforrás U kapocs feszültsége jelenik meg. Figyeljük meg, hogy az U-feszültséget jelző nyíl, a megállapodás szerint a feszültséggenerátor pozitív pórusától a negatív pórus felé mutat. A fogyasztó általános modellje az ellenállás. Magáról az ellenállásról már nagyon sokat beszéltünk, ezért most részleteiben nem térünk ki rá. A vezetéket egy összefüggő vonal ábrázolja. Megállapodás szerint, ha a vezetékek érintkeznek, akkor keresztezik egymást, ha nem, akkor pedig az egyik hurokkal megy át a másikon. Az újabb konvenció szerint viszont, ha a vezetékek érintkeznek, akkor azt egy csomópont jelzi, ha nem érintkeznek, akkor pedig egyszerűen csak keresztezik egymást. Az ilyen lerajzolt vezetékek tökéletes vezetőnek tételezzük fel, melynek az ellenállása nulla, ezért bármekkora áram folyik is rajta, végpontjai között nem keletkezik feszültség. A valóságban a vezetéknek mindig van valamekkora ellenállása. Ha a vezeték ellenállásának az áramkör működése szempontjából jelentősége van, akkor azt az ideális vezetékkel sorba kapcsolt ellenállással jelezzük. A megszakított áramkört a szakadás jelképezi. Ennyi elmélet után nézzük meg, mi kell egy egyszerű áramkörhöz. Hogy megértsük, mit jelent az ellenállás és milyen szerepet játszik az áramkörben, rakjuk össze első áramkörünket, amire szükségünk lesz: tápforrás, dugaszorós próbapanel, előtét ellenállás és egy led. Nézzük most sorra ezeket az építőelemeket. A kísérleteinknél ne használjunk se alkáli elemet, se akut, hanem csak egyszerű cinkszén elemeket, vagy hálózati adaptert. Az alkáli elem nagyobb élettartammal rendelkezik, de hiba esetén például egy rövidzárnál nagyon nagy áramot ad le, akár csak egy akú, akár 5 amper felett. Ez a vékony húzalokat vagy az elemet erősen felmelegítheti. Egy cinkszén elem rövidzárlati árama ezzel szemben többnyire kisebb, mint egy amper. Ettől ugyan az érzékenyebb építőelemek tönkemehetnek, de nem áll fenn az égés veszélye. Egyetlen címszín vagy alkáli cella feszültsége másfél volt. Egy elemben több cella van sorba kapcsolva. Ennek megfelelően jelzik a kapcsolási szimbólumok egy elem celláinak számát. Nagyobb feszültségnél szokás a középső cellákat szaggatott vonallal jelezni. A dugaszolós próbapanelon a rasterpontok mind egy-egy csatlakozási lehetőséget biztosítanak az áramköri elemek számára. A rasterek meghatározott logika szerint vannak összekötve. Ezeket az összeköttetéseket vezetősávoknak hívjuk, amik a beültetett alkatrész lábai között fémes kapcsolatot alakítanak ki. Ez a panelon általában nem látható a műanyag burkolat miatt. A szomszédos haszterek kötöttek, de mindig csak az egyik irányban. A dugaszoros felület középső részén függőlegesen, a peremen pedig vízszintesen helyezkedik el az összeköttetés a tápvezeték számára. Az alkatrész beültetéséhez viszonylag nagyobb erő kell, a kivezetések ettől könnyen megtörnek. Fontos, hogy a lábokat pontosan felülről vezessük. A kivezetést lehetőleg röviden a panel fölött fogjuk meg, és függőlegesen nyomjuk lefelé. Így az érzékenyebb csatlakozó vezetékek is törés nélkül beültethetők. A próbapanel előnye, hogy nem kell forrasztani, és bármikor szétszedhető az áramkör, így az alkatészeket újra fel lehet használni egy másik áramkörben az ellenállás. Az egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb áramkörjelem elem az ellenállás. Feladata, hogy megfelelő mértékű elektromos ellenállás biztosítson egy áramkör adott részén, vagyis meghatározott mértékű áramkorlátozó képességgel kell rendelkeznie. Részletesebben előző videómban beszéltünk róla, ezért nem fogunk most kitérni rá. A tápforrással és az ellenállással már megismerkedtünk, de mi a LED? A LED a Light Emitting Dióda rövidítése, magyarul fénykibocsátó dióda, egy kétlábú áramköri elem, amely elektromos áram hatására fényt bocsát ki. A dióda által kibocsátott fény színe a félvezető anyag összetételétől, ötvözőitől függ. A legegyszerűbb módja, hogy működésre bírjunk egy ledet, hogy veszünk egy 3 voltos gombelemet, aminek a pozitív oldalához a led hosszabbik lábát illesztjük. Ezt később még meg fogjuk magyarázni. A LED üzemeltetésére egyen feszültség szükséges. Ha a led kapcsolt feszültség elér egy bizonyos szintet, ezt nyitófeszültségnek nevezzük, akkor a led kinyit, áram folyik rajta, és elkezd világítani. A látható fénytartományában a LED színe lehet fehér, zöld, sárga, kék, piros és narancsárga, a látható tartományon kívül pedig infavörös vagy ultraibolya. A nyitófeszültséget a LED színe határozza meg. Ez nem pontos és nem állandó érték, változik, és egy típuson belül is van szórása. A ledek hogy a kimeneti fény előállításához alacsony áramerősséget és feszültséget igényelnek, kicsi a fogyasztásuk, kevéssé melegszenek, nagy a kapcsolási sebességük, kis helyen elfélnek, ütésállók és nagy az élettartalmuk. Mi most a példánkban a legelterjedtebb 5 mm átmérőjű, furatszerelt okozású, piros színű verziót fogjuk használni. Thank <laughs> you. A LED diódák beépítésekor a polaritása nagyon ügyelni kell. A LED rajz jelében szereplő háromszög, mint egy nyíl, mutatja az áram átfolyásának az irányát. Ha a feszültséget fordítva kapcsoljuk rá, akkor egyáltalán nem folyik áram, illetve egy bizonyos feszültség érték felett az áram hirtelen megindul, és a LED tönkre megy. A rajzon erre ügyelve a LED anódjára kapcsoljuk az elem pozitív pólusát, a led katódjára pedig a negatívot. A lednek az anóda pozitív, hosszabb szárú, a katód pedig a negatív, rövidebb szárú lába. Az anód egy olyan elektródát, fém jelent, amiből elektronok lépnek be az áramkörbe. A katód az ellentétes töltésű elektróda, amire átáramlanak az elektronok a leden belül. A katód szár tart egy tárcát, amihez az anód lábból egy kis vezeték érkezik, a műanyag burkolat oldala a katódlábnál egyenese van vágva. Ez segítségünkre lehet a katód és az anód megkülönböztetésére, amennyiben a lábakat már rövidre vágtuk. A sima vezető anyagoktól eltérően a leden és a többi félvezetőn átfolyó áram nem egyenesen arányos a rákapcsolt feszültséggel. Ha a találomra kísérletezni kezdünk egy piros leddel, akkor azt tapasztaljuk, hogy a feszültség egész kicsi változása is nagyon nagy áramváltozást és ezzel együtt teljesítményváltozást okoz. Ráadásul ezek a feszültségértékek erősen függenek a hőmérséklettől is, ami tovább bonyolítja a helyzetet. Ezért a gyártók nem az üzemű feszültséget adják meg a ledeknek, hanem azt, hogy mekkora árammal lehet üzemeltetni, például maximum 20 mA. A LED üzemeltetésére egyen szükséges, és a LED-en átfolyó áramot korlátozni kell. A legegyszerűbb és legkevésbé hatékony módja az áram korlátozásának az előtét használata. Minden alkatésznek van adatlapja, melyet vagy hozzácsomagolnak, vagy az interneten elérhető. Ebben megtalálható, hogy mekkora feszültség szükséges a LED biztonságos üzemeltetéséhez. A különböző színű LED-nél ez eltérő lehet. Ezért, ha nem a piros 5 mm-es ledet használunk, a példámban megjelölt ellenállásérték nem biztos, hogy megfelelő. Ilyenkor az OM törvény segítségével kiszámolható, hogy az adott esetben milyen értékű ellenállásra van szükség. Az 5 mm-es piros led adatlapján olvashatjuk, hogy a nyitófeszültség 1,8 2,2 volt között van, ahol 20 mA áram folyik át rajta. Ezzel az információval már képesek vagyunk a ledünket, az áramkörünket megfelelően méretezni. A nyitófeszültség nem állandó érték, ezért az ellenállás túlméretezése javasolt. Célszerű a nyitófeszültség alsó értékére méretezni az előtét ellenállást, hogy véletlenül se folyhasson túl sok áram a Leden. Ezért 1,8 voltal fogunk számolni a továbbiakban. A számításhoz ismerjük az áramkör bemenő feszültségét ez 5 volt. A LED nyitófeszültsége 1,8 volt. És a LED adatlapjából azt is megtudtuk, hogy hogy maximum 20 mA áram folyhat a leden. Biztonsági megfontolásból a maximális áram felével 10 mA érdemes csak meghajtani a ledet, mivel ekkor már elegendően nagy fényt ad, és a keletkező hő sem süti meg. Az előtét ellenállás méretezésénél először azt kell kiszámolnunk, hogy hány volt feszültségnek kell esnie az előtét ellenálláson. Ezt az alábbi képlettel tudjuk majd kiszámolni. 5 voltból kivonva az 1,8 voltat megkapjuk, hogy az ellenálláson 3,2 voltnak kell esni. Tehát olyan ellenállásra lesz szükség, ami 3,2 volttal csökkenti a feszültséget, így a lethez már csak 1,8 volt jut el. Az OM törvény alkalmazásával kiszámolható az ellenállás értéke. Persze, Ilyen ellenállás nem lesz a fiókban, ezért kerekítve válasszuk a szabványos 330 ómos értékűt. Az ellenállás névleges értékén túl fontos ismernünk az ellenállás teljesítményét is. Amit a feszültség és az áram szorzatával kapunk meg. Tehát ebben az áramkörben az ellenállás 0,032 wattot fog hővé alakítani. Mivel ilyen értékű gyárilag nincs forgalomban, az 1,8 wattos megfelelő lesz. A lényeg, hogy nem lehet kisebb annál, amit kiszámoltunk. Sokkal nagyobb értékű használata sem ajánlott, mert esetleg nem jut elég áram az alkatrészhez. Mielőtt megnéznénk, az államkölt a gyakorlatban is, még egyszer tegyük fel magunknak azt a kérdést, hogy egy adott lederé mekkora előtét ellenállása van szükség. Most tulajdonképpen melyik ellenállást tegyük be az államkörbe a piros lederé, ha a táblázatra tekintünk? A válasz az, hogy mindegy 220 ohm és 1 kg között bármelyiket, ami a fiókban van. A kérdés csak az, hogy miért. Mert nem precíziós beállítása van szükség, sőt, a LED-gyártásához kötötten a műszaki paramétereiben is nagyon nagy szórás lehet. Így az ökölszabály LED esetén, ha 5 volt a tápfeszültség, akkor 220-680 Ohm között a jellemző érték, ha 12 volt, akkor 680-1,5 kOhm értékű az előtét ellenállás. Ezzel már a legtöbb gyakorlati problémát meg tudjuk oldani, és most nézzük meg, hogyan rakjuk össze az első áramkörünket. Az áramkör összeállításánál először az 5 voltos elemet kötjük be a próbapanelbe. Az elemklips hajlékony húzalú, leónozott csatlakozó végei közül először a földet, majd a pozitív pólust csatlakoztatjuk a panelhoz. A panelon a felső vezetősában így minden rasztelpontban pozitív, az alsó vezetősában pedig negatív bekötési pont található az elemhez. Ezután egy rövid kábel darabbal, aminek a végei célszerű leonozni, lehozzuk a tápvezetéket a próbapanel belsejébe. Sikeres bekötés után az áram haladási irányának megfelelően el kell helyeznünk az elméleti részben kitárgyalt és méretezett LED előtét ellenállást. A próbapanel közepén egy mélyedés figyelhető meg, ami a függőleges rasterpontokat két ötös csoporta bontja és szakadásként viselkedik. Fogjuk meg most a ledünket és annak hosszabbik anódlábát illesszük a vörös távvezetékhez, mivel a konvenció szerint az áram a pozitív oldal felől folyik a föld irányába. Végül zárnunk kell az áramkört egy újabb, rövid vezeték darabbal, bekötjük a földbe. Láthatjuk, hogy az áramkör működik, mivel a vörös led fényesen világít. Ha megszakítjuk az áramkört, akkor a led nem fog tovább világítani, mivel elektromos áram csak zárt áramkörben folyik. Viszont, ha a szakadást megszüntetjük, akkor újra felvillan az apró led fénye. Miután kigyönyörködtük magunkat első áramkörünkben, fogjuk meg a multimétert és mérjük meg, hogy mekkora feszültség esik a LED kapcsain. A multimétert állítjuk helyes mérési tartományban. A mérőcsúcsokat helyezzük a LED lábaihoz, és olvassuk le a műszert. A mért 1,85 voltos érték szinte azonos a számításnál használt nyitófeszültség értékével. Azt gondolhatnánk, hogy készen vagyunk. De idővel egy kérdés felvetődhet bennünk. A led előtét ellenállást mindig a led előtt kell elhelyeznünk az áramkörben? Most nézzük meg azt, hogy mi történik akkor, ha az előtét ellenállást nem a led elé nevének megfelelően, hanem a led mögé kötjük be az áramkörbe. Szedjük szét az áramkört és rakjuk össze. Csak most az ellenállást a led. Mögé kerüljön. Figyeljünk oda, hogy a LED pozitív lábát illesszük a távvezetékhez, és a negatív lábához kössük a LED előtét ellenállást, végül az áramkört zárjuk. A kísérlet azt mutatja, hogy a LED ebben az esetben is tökéletesen működik, pedig az áramot csak a LED után korlátoztuk le. Vagy mégsem? Hogy is van ez pontosan? Ha megnéztük az államkör felépítését, megjegyeztük, akkor nézzük meg, hogy az elmélettel hogyan magyarázható ez a kísérlet. Láttuk a gyakorlatban, hogy teljesen mindegy az, hogy az előtét ellenállás a led előtt vagy után van. A LED ugyanúgy működik tovább, az áramkör megbízhatóan teszi a dolgát. Milyennek a fizikai magyarázata? Először is a víz analógiára gondoljunk vissza. Ha a csővezeték keresztmetszete változik, egy adott keresztmetszetben áramló folyadék mennyisége nem fog változni, vagyis minden keresztmetszetben ugyanannyi folyadékmennyiség áramlik át. Ez csak úgy lehetséges, ha a kisebb keresztmetszetben a folyadék nagyobb, a nagyobb keresztmetszetben pedig kisebb sebessége áramlik. Ezt a törvényt a folytonossági törvénynek nevezik. A folytonossági törvényt a víz analógia alapján kiterjeszthetjük az elektromos áramra is. A fenti megfogalmazás valahogy így szólna. Állandó áram esetén egy vezető bármely két keresztmetszetén ugyanakkora az áramerősség. Természetesen Gondolatkísérlet segítségével is beláthatjuk megállapításunk helyességét. A tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy egy vezetőben különleges körülményektől eltekintve elektromos töltés nem keletkezik és nem tűnik kell, vagyis a töltés mennyisége megmarad. Ebből következik, hogy ha egy vezetőben időben állandó áram folyik, akkor a vezető egy keresztmetszetén delta t idő alatt delta q1 egyenlő nagy i1 szó delta t átment töltéssel két dolog történhet. Az első eset az, hogy a töltés a többi keresztmetszeten, például a kettes keresztmetszeten és ugyanannyi idő alatt megy át, tehát delta q1 egyenlő delta Q2-vel. Ez azt jelenti, hogy i1 egyenlő i2-vel, vagyis a vezető minden keresztmetszetén ugyanakkora az áramerősség. A kettes eset esetén a töltés egy része a vezetőnek az egyes és kettes felülete közötti térfogatban marad, és a kettes felületen kisebb, de időben állandó áram megy tovább. Ilyenkor az említett térfogatban a töltés mennyisége időben növekszik, a töltés ott felhalmozódik. Időben állandó áram csak akkor jöhet létre, ha a vezetőben az elektromos tézelőség időben állandó. A töltés fokozatos felhalmozódása azonban időben változó erőt eredet, és egy időben változó áramot eredményezne. Ezért időben állandó áram esetén a vezetőben nem lehetséges töltés felhalmozódás. Ez azt jelenti, hogy a második esetet el kell vetnünk, maradt tehát az a tapasztalat által is megerősített lehetőség, hogy állandó áram esetén egy vezető bármely két keresztmetszetén ugyanakkora az áramerőség I1 egyenlő I2-vel. Hasonló meggondolásokat tehetünk egy csomó pont esetében is, na de ne szaladjunk ennyire előre. Összefoglalás a mai alkalommal összeraktuk első államkörünket és a gyakorlatban alkalmaztuk az öm törvényt. Megismerkedtünk a leddel és talán általa közelebb kerültünk egy picit az elektromosság mélyebb megértéséhez. Jegyezzük meg, hogy LED-nél a szabályozást az áramerősség végzi, nem a feszültség. Az áramkorlátozó ellenállás mindegy, hogy az áramkörben a led előtt vagy után van. Mivel a rendszer úgy működik, mint a víz a vezetékben. Mindegy, hogy a szűkület a vezeték adott keresztmetszete előtt vagy után van, az adott keresztmetszeten átfolyó vízhozam ugyanakkora marad. A vezetékben a víz az összes keresztmetszeten a vízhozammal kell, hogy átfolyjon, különben megszakadna a folyamatos vízoszlop. Nagy lépést tettünk ma előre, a legfontosabb alapismereteket sikerült átvennünk. Természetesen még igen sok ismeret van hátra, amit meg kell ismernünk és meg is kell értenünk. Most köszönöm, hogy ma is velem voltatok. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel csatornánkra, észrevételeiteket pedig ne tartsátok meg magatoknak. Szép nyaralást! Sok pihenést kívánok minden kedves hallgatónak, nézőnek. Szeptemberben találkozunk. Sziasztok! Mindenkit sok szeretettel köszöntök. Mielőtt belekezdenénk az új anyagba, röviden ismételjük át az alapokat, hiszen a jövőben is ezekre fogunk építeni. Azt már tudjuk, hogy áram csak zárt áramkörben folyik, és a pozitív töltéshordozók áramlását tekintjük elektromos áramnak. Még akkor is, ha tudjuk, hogy valójában a negatív töltésű elektronok áramolnak a pozitív töltésű lyukak felé. Amikor egy elektron kitört egy lyukat, azt rekombinációnak nevezzük. A fizikai magyarázattal szemben a modellben mindig a pozitív töltéshordozók mozdulnak el, ezt technikai állomiránynak nevezzük, mivel a gyakorlatban ezt alkalmazzuk. Az áramkörök rajzaiban a folytonos fekete vonal rövidzárat, azaz végtelenül kis ellenállás jelent. Ha két pontot rövidzárral kötünk össze, akkor azonos potenciálú pontokká válnak, vagyis a rövidzáron a feszültség nulla. A megszakított áramkört a szakadás elképezi. A szakadáson sosem folyik áram. Ha egy áramforrás kapcsait rövidre zárjuk, akkor végtelen kis ellenállással terheljük meg, mert az fenn szeretné tartani a potenciál különbséget, mi pedig el szeretnénk tüntetni azt. A maximális terhelés rövid időn belül tönketeszi a generátort, ezért ennek elkerülésére egy fogyasztót kell beilleszteni az áramkörbe. A generátor fenti sarkainál töltésfelhalmozódás jelenik meg. Amennyiben az ellenálláson keresztül zárjuk az áramkört, akkor a pozitív töltéshordozók elindulnak az óramutató járásával megegyezően, létrejön tehát az elektromos áram. Ebből a példából az is jól látszik, hogy mire használhatóak az ellenállások. Az ellenállások legfontosabb szerepe az áram korlátozása. Minél nagyobb ellenállást kapcsolunk a generátorra, annál kisebb áram folyik az áramkörben, melynek nagyságát az ohm törvény segítségével tudjuk számítani. További kérdéseket vett fel a megismert kétpórósú alkotóelemek különféle összekapcsolása. Egy összetett áramkör ugyanis az alkotóelemek soros, párhuzamos, vagy az ezekből kialakított vegyes kapcsolásokból áll. De mit is jelentenek ezek a kifejezések? Ha egy áramkört úgy állítunk össze, hogy nincs benne elágazás, akkor az ellenállásokat sorosan kapcsoltuk az államforrásra. Ilyen kapcsolás esetén azt tapasztaljuk, hogy a sorba kapcsolt ellenállások értékei összeadódnak. A kérdés csak az, hogy miért. Képzeljük el most magunkat egy nagy forgalmú autópályára, ahol fizető kapukon kell keresztül haladnunk, hogy elérjük utazásunk célját. Ebben a példában a pálya a vezető, a fizető kapu pedig az ellenállás, ami lassítja az elektronok, akarom mondani a járművek mozgását. Amíg csak egy ilyen kapunkkel keresztül haladnunk, viszonylag nyugodtak vagyunk, a forgalom folyamatos. Más a helyzet akkor, ha egymás után három kapun kell végighaladnunk. Ebben az esetben hiába végzett a fizetéssel a hármas kapunál a sárga, a kettes kapunál pedig a kék színű jármű sofőrje, egészen addig nem tudnak tovább haladni, míg az egyes kapunál be nem fejezi a fizetést a zöld jármű vezetője. A várakozási idők, vagyis az ellenállások összeadódnak. A gondolatkísérlet eredményeit fordítsuk át most az elektromosság nyelvére. Soros kapcsolás esetén az ellenállásokból álló hálózat helyettesíthető egyetlen ellenállással, amelyet a kapcsolás eredő ellenállásának nevezünk. Az eredő ellenálláson azonos kapost feszültség mellett ugyanakkor a áram folyik keresztül, mint a sorba kapcsolt ellenállásokon. Ebből következik, hogy az egyes ellenállásokon eső feszültségek az ellenállás értékekkel egyenesen arányosak. A soros kapcsolással jó példa a karácsonyfa égősor vagy fényfüzér. A karácsonyfa ízók üzemi feszültsége általában három volt. Ezért ha közvetlenül az otthoni 220 voltos hálózatot kötjük őket, azonnal tönkre mennek. Viszont ha elegendő számú izzót egymáshoz sorosan kötünk, akkor a hálózati feszültség már is megoszlik az egyes izzókon. Könnyedén kiszámíthatjuk, hogy mennyi izzóra is lenne szükségünk a biztonságos működéshez. 220 volt osztva 3 volttal, megkapjuk, hogy pontosan 73 darab fogyasztó soros kapcsolására van szükségünk, hogy minden izzóra 3 volt feszültség jusson. A soros kapcsolás hátránya, hogyha az egyik fogyasztó karácsonyfa égő hibás, nem világít, akkor több izzó sem fog kapni áramot, a fényfűzél nem fog világítani. Ilyenkor nincs mit tenni, ki kell cserélnünk a hibás égőt egy pótizzóra. Ha azonban a pótizzók már hiányoznak, csak azonos névleges feszültségű vagy annál egy-két voltal magasabb értékű, és a foglalatban pontosan élő új darabbal szabad a cserét végrehajtani. Miért fontos ez? Ha a csereizzó üzemi feszültsége kisebb, mint az izzósor többi elemé, akkor túlmelegedés léphet fel, aminek következtében kéket. Soha nem szabad például gyors megoldásként egy-két foglalattal csökkenteni a fűzért, mert ezzel az összeségű veszélyesen túlmelegedhet, ami tűzveszélyt okozhat. A másik lehetőség az ellenállások összekapcsolására a párhuzamos kapcsolás. Ilyenkor a feszültségforrás két kivezetésére úgy kapcsolunk ellenállásokat, hogy minden ellenállás egyik csatlakozása a feszültségforrás egyik kivezetéséhez, másik csatlakozása a feszültségforrás másik kivezetéséhez kapcsolódik. A kapcsolt ellenállásokra ugyanakkor a feszültség jut, mert a vezetékkel összekötött pontok ekvipotenciálisak. Az ábrán látható három izzó, vagyis ellenállás párhuzamos kapcsolásakor a kapott új eredő ellenállás nagysága nem egyezik meg az ellenállások összegével hogy megértsük, miért van ez így, képzeljük magunkat újra egy nagy forgalma autópályára, ahol a fizetőkapuk nem egymás után, hanem egymás mellett vannak elhelyezve. A párhuzamosan kapcsolt kapukon egyszerre három gépjármű is keresztül haladhat, így az áthaladás sokkal akadálymentesebb, mint az előző esetben. A várakozási idők nem adódnak össze, az eredő ellenállás tehát lecsökken. A párhuzamosan kapcsolt ellenállások szintén helyettesíthetőek egy eredő ellenállással, amelyen ugyanakkor a kapott feszültség esetén ugyanakkor a áram folyik, mint párhuzamosan kapcsolt ellenállásokon. Párhuzamos kapcsoláskor az eredő ellenállás reciprokát kapjuk meg, ha a párhuzamosan kapcsolt ellenállások reciprokait összeadjuk. A mérnöki gyakorlatban a számítás egyszerűsítésére bevezették a RePlusz műveletet, ahol az ellenállások szorzatát osztjuk azok összegével. A műveletben a nagy X a RePlusz művelet, aminek a jelentése ezeket az ellenállásokat a párhuzamos eredők szabálya szerint kell összevonni. Tehát ha párhuzamosan kapcsolunk egy 100 ómos és egy 470 ómos nagyságú ellenállást, akkor a R művelet az alábbi lesz. Mi a helyzet akkor, ha három vagy annál több párhuzamosan kapcsolt ellenállás eredőjét szeretnénk kiszámolni? Az e műveletet szigorúan csak két ellenállásra alkalmazhatjuk egyszerre, ezért páronként kell összevonni az ellenállásokat, míg végül eljutunk az eredő ellenállásig. Ha például egy 100, 470 és 300 ómos párhuzamosan kapcsolt ellenállás eredőjét keresünk, akkor tetszőleges két ellenállást kiválasztva az e művelettel összevonhatjuk őket. Majd ezt a műveletet addig ismételjük, míg csak egyetlen egy ellenállás nem marad, az eredő ellenállás. A párhuzamosan kapcsolt ellenállásokon eső feszültség azonos, ezért a főág áramerőssége, amely azonos az eredő ellenálláson átfolyó áramerősséggel, egyenlő a mellékágak áramerősségének összegével, mert a töltés megmaradás törvénye szerint a főágból érkező összes töltés a mellékágakban oszlik szét. Szokták mondani, hogy az áram olyan, mint a víz. Mindig a legkisebb ellenállás felé folyik. A víz analógia nagyon szemléletes, mégis meg tudja olykor zavarni az ember gondolkodását. Az előbbi megfogalmazást ugyanis úgy kell értenünk, hogy ha a töltések előtt több út is adódik, lást, párhuzamos kapcsolás, akkor a töltések mindig minden irányba haladni fognak, ahol kisebb az ellenállás, ott több, ahol pedig nagyobb, ott kevesebb. Olyan nem fordulhat elő, hogy senki ne válassza a nagyobb ellenállása telhet útvonalat. De vajon miért? Képzeljük el azt, hogy az autovezetők el akarnak jutni a városból B-be, de az útvonalat egy hatalmas folyó keresztezi. A folyón csak hidak segítségével lehet áthaladni. Amíg a hidak le vannak zárva, mindenki vállalkozik. Amint megnyitják őket, elindul a forgalom, vagyis a gépjárművek elkezdenek áramolni. Az ábrán látható hidak szélessége fogható fel úgy, mint ellenállás. Mert meghatározza, hogy adott időn belül hány gépjármű tud áthaladni az adott hídon. A szélesebb, kisebb ellenállású hídon több, míg a keskenyebb, nagyobb ellenállású hídon kevesebb gépjármű tud keresztül haladni ugyanannyi idő alatt. Azt most már könnyen beláthatjuk, hogy egységnyi idő alatt úgy tud átjutni a folyón a legtöbb jármű, ha mind a két hidat egyszerre használják a vezetők párhuzamos kapcsolása igen jó gyakorlati példa az elosztó, ahol minden fogyasztónak például számítógép, mosógép, porszívó szüksége van 220 voltra. Ellenállásokat úgy is kapcsolhatunk az áramkörbe, hogy abban soros és párhuzamos kapcsolás is szerepel. Ekkor vegyes kapcsolásról beszélünk. Azokban az esetekben, amikor egy hálózat felbontható soros és párhuzamos kapcsolásokra, úgy határozzuk meg az eredő ellenállást, hogy lépésenként egyre egyszerűbb kapcsolásokra vezetjük vissza az eredeti áramkört. Az elméleti alapok tisztázása után jöjjön egy kis úgy gyakorlat. Nézzük meg a tanultakat a gyakorlatban is. Első lépésként mérjük meg a multiméter segítségével az 510 ohm névleges értékű ellenállás tényleges értékét. A mérőműszer képernyőjéről 504 ohm olvasható le. Miért lehetséges ez? Az ellenállásoknál már megjegyeztük, hogy a valóságban sajnos pontosan névleges értékű ellenállást nem lehet készíteni. Mérjük meg most az 1 kohm ellenállás tényleges értékét. Itt is azt tapasztaljuk, mint előbb. A tényleges érték eltér a névlegestől. Most, hogy már ismerjük az ellenállások pontos értékét, kapcsoljunk sorba két 510 ohm nagyságú ellenállást. Nézzük meg a sorba kapcsolt ellenállásokat kicsit közelebbről is. Ha megmérjük az ellenálláson a nagyságát, 1600 ohmot kapunk. Az ellenállások értékei tehát összeadódnak. Az egyik ellenállás értéke 504, a másiké pedig 502 ohm. Cseréljük ki most az egyik 510 ohmos ellenállást 1 kg ohmosra, és mérjük meg az eredő ellenállást. A műszerről 1482 ohm olvasható le. Abban az esetben, ha párhuzamosan kapcsolunk két 510 ohm nagyságú ellenállást, akkor azt tapasztaljuk, hogy az eredő ellenállás lecsökken, méghozzá a felére. Ezt számítással is ellenőrizhetjük. Használjuk a repulsz műveletet, hogy könnyen ki tudjuk számolni az ellenállásról Eredő ellenállását. Végül nézzünk meg egy vegyes kapcsolást is. A két párhuzamosan kapcsolt ellenálláshoz kössünk egyet sorosan. Alakítsuk a kapcsolás sorossá. távolítsuk el az egyik 510 ohmos ellenállást. Most mérjük meg az eredő ellenállás nagyságát. A névleges értékek alapján 1510 ohmot, még a valós értékek alapján 1481 ohmot olvashatunk le. Végezetül távolítsuk el az 1 kg ohmos ellenállást, és helyére egy ugyancsak 510 ohmos ellenállást kapcsoljunk. Az eredő ellenállás tényleges értéke ekkor 1600 ohmra adódik. Szemben a névleges értékekből számolt 1020-ommal. Most következzen a ledek soros kapcsolása. Soros kapcsolás esetén az egyik led anódját a következő led katódjához kötjük, így soros kapcsolat jön létre. A kapcsolás összeállításakor ügyeljünk arra, hogy csak azonos típusú ledeket kapcsoljunk egymáshoz. A feszültségek az előtét ellenállás szempontjából összeadódnak, vagyis két darab 5 mm-es piros lett soros kapcsolás esetén 1,8 volt fog esni az egyik, és 1,8 volt fog esni a másik leden. Összesen tehát 3,6 volttal kell számolnunk az ellenállás méretezésekor. Most már ki tudjuk számolni az előtét ellenálláson eső feszültség nagyságát, ha ismerjük a bemenő feszültség nagyságát. 5 volt, mínusz 3,6 volt, egyenlő 1,4 volt. A LED adatlapján azt is megtudjuk, hogy maximum 20 mA áram folyhat a leden, mi azonban biztonsági megfontolásokból a maximális áram felével, azaz 10 mA-rel fogunk számolni. Az om törvény felhasználásával számíthatjuk a szükséges ellenállás nagyságát. A kapott érték 140 ohm. Ilyen a szabványos ellenállás sorban nem található, ezért kiválasztjuk a hozzá legközelebb eső 150 ohmos ellenállás értéket. Az áramkör szállítása után essen néhány szó a hatásfokról is. Soros kapcsoláskor az ellenálláson elvesztett teljesítményt azaz veszteséget a már ismert P úszor i képet alapján tudjuk számítani. A veszteség után számítjuk ki az összes befektetett teljesítményt. Majd a hasznos teljesítményt megkapjuk, ha a befektetettből kivonjuk a veszteséget. Végül számítani tudjuk a hatásfokot azaz el kell osztanunk a hasznos teljesítményt a befektetett teljesítménnyel, és láthatjuk, 72%-ot kapunk. Az állam összeállítását most pár gyakorlati fényképpel illusztráljuk. A ledeket párhuzamosan is össze tudjuk kapcsolni. Ilyenkor az egyik led anódját a másik led anódjához, katódját pedig a másik led katódjához kötjük, így párhuzamos kapcsolás jön létre. Ledek párhuzamos kapcsolásakor is nagyon fontos, hogy csak azonos típusú ledeket kössünk össze. Példánkban két darab 5 mm-es piros lehet párhuzamos kapcsolása esetén a létrejövő csomópontból kétszer 10 mA áram folyik ki, így a befolyó áramnak is 10 plusz 10, azaz 20 mA kell lennie. A párhuzamosan kapcsolt ledek kapcsain azonos feszültség esik. Az előtét ellenállás számítását az előző példához hasonlóan tudjuk elvégezni. Az ellenálláson eső feszültség 5 volt, mínusz 1,8 volt, azaz 3,2 volt. Az előtét ellenállás nagyságát az ohm törvény segítségével tudjuk meghatározni. Ebben a példában 160 ohmos értéket határoztunk meg. Ilyen nincsen a szabványos ellenállásolban, ezért a hozzá legközelebb álló 150 ohmos értékű ellenállással kell dolgoznunk. Ha most a teljesítmények kapcsolatos számításainkat itt is megismételjük, akkor azt tapasztaljuk, hogy a hatásfog kisebb értékre adódik. Nézzük meg az államkör szállítását pár gyakorlati fényképpel illusztrálva. Az elmélet után most következzen egy kis gyakorlat. Kössünk sorba két 5 mm-es piros ledet. Figyeljünk arra, hogy a második led anódja az első led katódjához legyen illesztve. A ledek után az áramkorlátozó ellenállás bekötése következik, majd zárjuk az áramkört. Elkészültünk, az elrendezést figyeljük meg egy kicsit, közelebbről is. Látható, a soros kapcsolás lényege az első led katódjához, mint negatív, kapcsoljuk a második LED anódját. Most a multiméter segítségével mérjük meg, hogy mekkora feszültség esik az első LED kapcsain. Ez 1,8 volt. Most nézzük meg, hogy a LED soron mekkora ellenállás esik. Ez 3,6 volt, ami egybeesik a számított értékkel. A soros példa után nézzünk egy gyakorlatot, a párhuzamos kapcsolása is. Az előző két ledet most párhuzamosan kapcsoltuk, és megmérjük a multiméter segítségével, hogy mekkora feszültség esik a kapcsaikon. Ez az érték 1,9-1,8 volt közötti, ami közel esik a számított értékhez, sajnos az elem élettartalma ennél a példánál már a vége felé járt. Felvetődhet a kérdés, hogy a ledeket sorosan vagy párhuzamosan kapcsoljuk, ha az áramot előtét ellenállással korlátozzuk. Látható a számítások alapján, hogy párhuzamos kapcsolás esetén mennyivel rosszabb a hatás, fog, tehát sokkal több energia megy kárba az ellenálláson. Előtét ellenállásos áramkorlátozás esetén lehetőség szerint minél több ledet kapcsoljunk sorosan, és csak akkor használjunk párhuzamos kapcsolást, ha a bemeneti feszültség már nem teszi lehetővé a ledek soros kapcsolását. A videó végéhez élve foglaljuk össze mindazt, amiről eddig szó volt. Ehhez hívjuk segítségül a jól bevált vízanalógiát. Soros kapcsolás esetén a sorba kapcsolt komponensek árama mindig ugyanakkora, ugyanis teljesen mindegy, hogy a szűkület a vezeték adott keresztmetszete előtt vagy után van. Az adott keresztmetszeten átfolyó vízhozam mindig ugyanakkora marad, máskülönben megszakadna a folyamatos vízoszlop. Soros kapcsoláskor az egyes ellenállásokon eső feszültségek az ellenállás értékekkel egyenesen arányosak. Az eredő ellenállás értéke pedig a legnagyobb ellenállásnál is nagyobb értékű lesz. A párhuzamosan kapcsolt ellenállásokra, vagyis szűkületekre ugyanakkor a feszültség, azaz víznyomás jut, mert a vezetékkel összekötött pontok ekvipotenciálisak. A víz minden irányba áramlik, a kisebb ellenálláson több, a nagyobb ellenálláson pedig kevesebb folyadécsepp jut át egy idő alatt. A két mellékág áramának összege megegyezik a főágéval, a folytonossági, vagyis a töltés megmaradás törvénye szerint. Párhuzamos kapcsolásnál az eredő ellenállás értéke mindig kisebb a legkisebb ellenállás értékénél is. Ez a videó egy kicsit hosszabbra sikerült, mint a megszokott, de nem titkol célom az volt vele, hogy az elemi ismereteket alaposan átbeszéljük, hogy később biztos alapként építkezhessünk rá. Nincs más hát, mint bátran elmerülni az elektronika világában, remélem, hogy ebben a kalandban továbbra is velem tartotok. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok föl a csatornára, lent alul írjátok le a véleményeteket, arra is kíváncsi lennék, hogy miről szeretnétek hallani legközelebb, addig is mindenkit sok szeretettel köszöntök, a mai alkalommal a mikrovezérlők alapjaival fogunk megismerkedni. A mai modern mikrovezérlők forradalmasították a digitális technikát, különösen nagy előnyük, hogy olcsóak és univerzálisan felhasználhatóak szinte bármilyen vezérlési vagy szabályozási feladathoz. Régebben mikroprocesszor típusokat használtak a vezérlési feladatok elvégzésére. A mikroprocesszor használatakor a szükséges perifériák miatt további IC-ket, azaz integrált áramköröket kellett beépíteni. Az áramköri technológia fejlődésével egyre több perifériát az IC-tokba lehetett integrálni. Így alakult ki a mikrokontroller nagyon tömör áramkört eredményezve. A mikrokontrollerek nem mások, mint egy speciális számítógépek, amelyek mindössze egyetlen chipből épülnek fel. Ez az egy chip tartalmazza a processzort, a memóriát, az input és output vezérlőket. A mikrovezérlők csak akkor működnek megfelelően, ha azok megfelelő tudással és szakértelemmel vannak programozva, tehát használatukhoz szükség van hátveres és szoftveres ismeretekre egyaránt. Felmerül a kérdés, milyen mikrokontrollerrel kezdjünk tanulni. Az első és legfontosabb, ha kezdők vagyunk, hogy olyan mikrovezérlővel kezdjünk, amit egy barátunk vagy ismerősünk is használ, úgy sokkal könnyebben indulni. Az Arduino egy átmel AVL mikrovezérlő családra épülő fejlesztő platform, ami nagyon népszerű az elektronikával és robotikával hobbi szinten foglalkozók közében egyszerű használata miatt. A legelterjedtebb modellek az Arduino Uno és nanopanelek. A panelek alapfunkcionalitását könnyenén kiegészíthetjük az úgynevezett shieldekkel, amelyek a boldoghoz egyszerűen illeszhető elektronikai államkörök. Ezek segítségével az Arduino-t akár közvetlenül az internetre csatlakoztathatjuk, vagy motorokat vezérelhetünk segítségével, de ezekről majd később beszélünk bővebben. Mindkét bemutatott Arduino modell egy átmega 328-as mikrovezérlőre épül. Ez egy 28 lábú mikrovezérlő, amely 20 darab input és output lábbal rendelkezik. Ebből 6 darab analó bemenet, 6 darab PVM kimenetként használható, és 2 láb használható külső megszakításhoz. A csatlakozók hüvelysoraihoz forrasztás nélkül csatlakoztathatók a vezetékek. Az UNO valódi USB kommunikációra nem képes, a lapon elhelyezett kicsi SMD mikrovezérlő USB soros kommunikációs átalakító feladatokat lát el. A nano technikai paraméterei azonosak az UNO modellével, azonban a nano kisebb méretű és csak USB-n keresztül táplálható. Külső tápegység fogadására nem alkalmas. A nano csatlakozóit tüske sorra cserélték, és úgy alakították ki, hogy egyszerűen rádugható legyen egy dugdosós próbapanelre. Ezáltal nagyon egyszerűen forrasztás nélkül egészen bonyolult kapcsolások is összeállíthatóak és tesztelhetőek. Érdemes még megemlíteni a megamodellt, mivel az egyik legnagyobb tudású Arduino hardware i I2C és SPI buszrendszerrel rendelkezik, valamint 54 digitális ki- és bemenetet és 16 analóg bemenetet is biztosít. Az Arduino panel a számítógéphez egy USB kábellel csatlakoztatható. Ezen keresztül történik a panel tápellátása, a mikrovezérlő programozása és a PC-vel történő kommunikáció. A panelen lévő mikrovezérlő több ezerszer újraprogramozható. Az Arduino nem csak a hardware akarja, hanem az egész fejlesztő környezetet is magában foglalja. Az Arduino integrált fejlesztő környezettel könnyen írható a mikrovezérlőre kód, amit lefordítás után az USB kábelen keresztül az Arduino panelre tölthetünk. Az Arduino fejlesztőkörnyezet legfrissebb verziója letölthető az alábbi linkről. Töltsük le az operációs rendszerünknek megfelelő változatot, majd telepítjük. A fejlesztőkörnyezet által használt Arduino programnyelv a C++ egy egyszerűsített változata, amely az rengeteg beépített könyvtárra tartalmaz. Ezek a bonyolultabb programozási feladatokat nagy mértékben leegyszerűsítik. Az Arduino panel programozásához ugyanis nem szükséges ismerni, a rajta található AVR mikrovezérlő részletes működését, mert a fejlesztők környezet elfedi előlünk a hardware -t. Ez nagyon megkönnyíti a kezdő dolgát, mert nem szükséges a mikrovezérlők és a bennük integrált perifériák működésének regiszter szintű ismerete. A perifériák használata legtöbbször néhány egyszerű parancsal megoldható. Most, hogy elkészültünk a telepítéssel, ismerkedjünk meg magával a fejlesztő környezettel. Mielőtt az Arduino panelt elkezdenénk használni, ahhoz, hogy programozni tudjuk, az eszközök alappanel menüpontban be kell állítani, hogy milyen típusú panelt használunk. Második lépésként az eszközök soros port menüpontban pedig azt kell beállítani, hogy a panel melyik com ha van csatlakoztatva. Az USB kábelen keresztül csatlakoztatott eszköz illesztő szoftvere automatikusan települ. A fentiebb beállítása után a panelt már tudjuk programozni. Az eszközsorban az alábbi hat gomb található. Mielőtt a programot az Arduino panelbe töltenénk, le kell fordítanunk. Az ellenőrzés gombbal fordítható le a kód, és ellenőrizhető, hogy a programunk hibamentese. A feltöltés gombbal a lefordított kódot tölthetjük fel az arduino -ra. A következő gombbal új projektet hozhatunk létre. A mennyitással korábban létrehozott projektet tudunk mennyitni szerkesztése. A mentéssel a jelenlegi projektet menthetjük a háttérben. Tára. Végül a soros monitorral, pedig az Arduino panel által küldött soros adatok megjelenítése történ történik egy terminálablakban. Az Arduino programokat vázlatnak, skicnek, sketchnek hívják. Az Arduino programozási nyelv C alapokon nyugvó C++ implementáció. A nyelv szerkezete igen egyszerű, a program két fő részből áll, az egyik a setup, a másik a loop a setup funkció a program indulásakor csak egyetlen egyszer fut le. Feladata, hogy a program futását előkészítse, jellemzően a változók, konstansok deklarálását tartalmazza. A programban mindenképpen szerepelnie kell, még akkor is, ha semmilyen utasítást nem hajt végre. A setup funkciói hívás után a loop következik. A loop függvény a program törzse, a tényleges művelet végrehajtó rész. Az itt felsorolt utasítások folyamatosan ismétlődnek, mindaddig, amíg az Arduino panel be van kapcsolva. Minden egyes alkalomkor, amikor a program a loop függvény végére ér, átugrik a loop függvény elejére és kezdi újra előről. Ez a funkció az Arduino programmagja. A függvény törzsét a végrehajtandó utasításokat mindig kapcsoló zárójelek közé tesszük. Az Arduino képes analóg és digitális jeleket egyaránt érzékelni és kiadni a kivezetéseink keresztül. A digitális jelet legegyszerűbben úgy értelmezhetjük, mint egy kapcsoló által előállított elektronikus jelet. Ha a kapcsoló bekapcsolt állapotban van, áram folyik rajta át, ezt az állapotot jelöljük az egyes számmal. Ha kikapcsoljuk, nincs áram, ennek az állapotnak a jelölése legyen a nulla. A kapcsoló kibekapcsolgatásával jel sorozatot állíthatunk elő, hol van áram, hol pedig nincs. Lejegyezni egyesek és nullás sorozatával lehet ezt a folyamatot, a jelrendszer kételemű, ezért binárisnak nevezzük. Az Arduino a digitális jeleket feszültséglogika szerint értelmezi, így a digitális jel csak kétféle értéket vehet fel. Logikai alacsony, low értékről beszélünk, ha az adott láb 0 volton van, azaz föld feszültség szinten. Logikai magas, high értékről beszélünk, ha az adott láb 5 voltos feszültség szinten van. Az Arduino képes analóg jelek fogadására is. Analóg jeleknek nevezzük az olyan folyamatos jeleket, amelyek időben bármilyen értéket felvehetnek. Az analóg kifejezés arra utal, hogy a végbemenő változás, történés, ok és okozat összefüggése. Például, a lázmérő mutatójának pillanatnyi helyzete a pillanatnyi testhőmérséklettől függ. Ha a testhőmérséklet változik, akkor annak arányában változik a mutató helyzete is. Az információt információtartalom továbbítása szempontjából az analóg jeleknek fontos szerepük van, mivel az érzékelők, szenzorok által küldött üzeneteket analóg jelsorozatként tudjuk kezelni. Az Arduino Uno 6 analóg jelek fogadására alkalmas csatlakozó ponttal rendelkezik. A digitális oldallal ellentétben ezek csak bemenő jelek fogadására képesek. A Setup rutinban használjuk a PIN mód utasítást. Ennek segítségével a chip adott kivezetését bemenetként vagy kimenetként használhatjuk. A példában az Arduino Uno 13-as lábát beállítjuk kimenetnek a PIN mód utasítással. A zárójeleken belül az első szám vagy változó a kivezetés, azaz PIN azonosítója 0 és 13 között, Arduino Mega esetén 0 és 53 között. A második egy állandó, ami vagy output vagy input lehet használattól függően. A mikrokontroller digitális kivezetései alapesetben bemenetként vannak konfigurálva, ezért nem szükséges ezt külön beállítani. A setup után nézzünk egy példát a loop függvényre. A digital vált right utasítás az adott kimenetet állítja be. Az első érték mindig a kimenet azonosítója, míg a második a kimeneten megjelenő logikai jelszint értéke. A kimenetek logikai magas high vagy logikai alacsony low állapotban lehetnek, azaz a kimeneti lábban plusz 5 volt vagy nulla volt jelenik meg. Mivel a feszültség viszonylagos érték, így kell egy referencia, amihez viszonyítunk. Ez pedig nem más mint az Arduino földlába. A kimenetként beállított láb kb. 40 mA árammal képes meghajtani az ide csatlakoztatott áramkört, ez elegendő egy LED meghajtására, de már kevés a legtöbb relé vagy motor működéséhez. Most rakjuk össze mindazt, amiről eddig szó volt, és írjuk meg az első Arduino programunkat, ami a 13-as kimenet beépített legyét villogtatja. A setupban a 13-as pin kimenetként kerül beállításra, majd a program törzse következik. Az első utasítás hatására a 13-as pin magas állapotba kerül, a kivezetésen 5 volt feszültség jelenik meg, és a LED felvillan. Ezután következik egy delay utasítás, ami késleltetés jelent. Paraméterként a szünet idejét kell megadnunk millisekundomba. A minimum értéke 1, a maximum értéke 65535 lehet, ami körülbelül 65 másodperc. Azért van rá szükség, mert a chip igen gyorsan működik, és az emberi szem 24-25 képkocka per másodperc esetén már folyamatosnak látja a képet. Ha ennél az értéknél gyorsabban kapcsolgatnánk a ledet akkor a villódzást már folyamatos fényként érzékelnénk. Amint vége a várakozásnak a soron következő utasítás végrehajtódik, a 13-as pin alacsony állapotba kerül, a kivezetése nulla volt feszültség jelenik meg, és a LED kiarzi. Egy újabb várakozás után a program futása a loop függvény első utasítására ugzik, aminek hatására a LED ismét felvillan. A loop függvényben felsorolt utasítások folyamatosan végrehajtódnak, míg le nem állítjuk a program futását, azaz ki nem kapcsoljuk az Arduino uno Természetesen nem csak a lapkára integrált parányi ledet vezérelhetjük villogó programunkkal, hanem külső ledet is ráköthetünk a kivezetésre. Mivel a lednek nyitó irányban nagyon kicsi az ellenállása, ezért be kell raknunk egy 220-680 ohm közé eső áramkorlátozó ellenállást, hogy ne folyjon túl nagy áram. Az mindegy, hogy a led elé vagy mögé tesszük az ellenállást, hiszen a soros áramkörben mindenhol ugyanakkor áram folyik. A led polaritására is ügyelni kell. A led hosszabbik lába legyen a PIN-13-ra kötve. Amint látjuk, a 13-as kivezetése kötött külső ledünk ugyanúgy villog, mint a lapkára szerelt parányítása. Programunk újra és újra lefut, az Arduino lekapcsolásáig. A mai anyagban megismerkedtünk az Arduino platformmal, és egy kicsit belekóstolhattunk a mikrovezérlő csodálatos világába. A LED villogtató példánkban összekapcsoltuk az eddig megszerzett elektronikai tudásunkat a mikrovezérlők programozásával. Meglepő lehet, de ezzel az ismerettel már rengeteg elektronikai eszközt tudunk kezelni. Mégpedig azért, mert a legtöbb eszköz, például elektromos motor, LCD-kijelző, Bluetooth modul, tartozik egy vezérlőállomkör. A vezérlőállomkör lábaira megfelelő időzítéssel, feszültség, Kapcsolva pedig képesek vagyunk kommunikálni adatot kérni vagy küldeni a modul számára, azaz vezérelni azt. A mostani bevezető anyag után is folytatni fogjuk az ismerkedést az Arduino platformmal, remélve azt, hogy az elektromosság mélyebb megértését is elősegíti. Hogyha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornára, tartsatok velünk legközelebb is, mindenkinek jó szórakozást és kísérletezést kívánok. Sziasztok! A mai alkalommal a változtatható ellenállásokkal és potenciométerekkel foglalkozunk segítségükkel a feszültségosztás és államosztás törvényét ismerjük meg, amit gyakran használunk fel egyszerű államközök megtervezésénél. A feszültségváltozás pedig analóg jelként értelmezve az Arduino segítségével olvassuk ki, érintve az analóg digitális átalakító legfontosabb kérdéseit. Kezdjünk is hozzá! A gyakorlatban sokszor előfordul az, hogy egy vagy több ellenállás pontos értékét a készülék bemérésekor, hitelesítésekor kell beállítani. Máskor gondoljunk csak a hangerő szabályozójára, az ellenállás értékét vagy két ellenállás arányát üzemközben és folyamatosan változtatnunk kell. Ilyen esetekben változtatható értékű ellenállást alkalmazunk, vagy más néven potenciométert a potenciométerek olyan ellenállások, amelyeknél az ellenállás két végpontja mellett egy csúszóérintkezőt, csúszkát is létesítenek. A csúszóérintkező, az ellenállás pálya meghatározott hossza mentén tetszőlegesen elmozgatható, annak mindig más pontjával érintkezik. Ezt a szakaszt működési tartománynak nevezzük. Az ellenállás pálya körgyűrű alakú, vagy egyenes kialakítású lehet, ebből következik, hogy az elmozdítás történhet egy tengely elforgatásával, vagy egy csúszka egyenes vonalú mozgatásával. Azokat az ellenállásokat, amelyeknek ellenállás értéke egy tengely elforgatásával változtatható potenciométereknek nevezzük. Az eltorásra változtatható ellenállásokat toló ellenállásoknak nevezzük. Az olyan potenciométereket viszont, amelyek a berendezés bemérésekor vagy hitelesítésekor egyszeri vagy néhány alkalommal való beállítására szolgálnak, úgy alakítják ki, hogy csavarhúzóval lehet a csúszó érintkezőt mozgatni. Ezeket beállító vagy trimmer potenciométereknek nevezik. Az ellenállás pálya egyik végpontja és a csúszóélintkező közötti szakasz ellenállása, illetve a csúszóélintkező és az ellenállás másik végpontja közötti szakasz ellenállása két sorba kapcsolt ellenállásnak felel meg, melyeket a csúszka elfordításával változtathatunk, az egyik növelésével a másik csökken, a kettő összege állandó. Ez a teljes ellenállás pálya ellenállása. Ilyenkor szokás a csúszkát az ellenállás másik végpontjával elektromosan összekötni, hogyha a csúszó érintkező mozgása közben egy pillanata nem érintkezne az ellenállás pályával, a változtatható ellenállás ez az időre sem szakadást, hanem a teljes ellenállást mutassa. Ha az ellenálláspálya két végére feszültséget kapcsolunk, azaz a végpontok különböző potenciálon vannak, a csúszó érintkező mozgatásával a potenciál is változik. Ezért ezt az alkalmazást és ennek nyomán magát az alkatrészt potenciométernek nevezik. A harmadik kivezetés és a másik két láb valamelyike közötti feszültséget felhasználva a potenciométert változtatható feszültségosztóként használhatjuk. A potenciométer tulajdonképpen egy változtatható ellenállás, illetve feszültségosztó. Minden egyes változtatható ellenállásnak van legkisebb és legnagyobb értéke. A legkisebb érték a nulla, a legkisebb és a legnagyobb érték közötti tartományban nagyon eltérő lehet az elmozdulás ellenállás be. Lineáris függvénygörbe esetén az ellenállásérték a pálya növelésével mindig egyenlő mértében nő. Ez azt jelenti, hogy ugyanakkor a szögelforduláshoz mindig egyenlő ellenállás növekmény tartozik. Pozitív logaritmikus függvénygörbe esetén a pálya szakasz elején nagyon lassan nő az ellenállás értéke, a működési tartomány végén viszont nagyon meredeken emelkedik. A hangerőszabályozáshoz leginkább pozitív logaritmikus görbét használjunk, mert az emberi hangérzékelő rendszer nem lineáris, hanem inkább logaritmikus módon dolgozza fel a frekvenciákat. A pozitív és negatív exponenciális jelleggörbélyű változtatható ellenállásokat a legkülönbözőbb fajta vezérlésekben alkalmazzák. Az analóg számítástechnikában és navigációs berendezésekben színuszos és bizonyos S-görbe alakú függvény szerint változó ellenállásokra van szükség. A jelleggölbék pontosága a változtatható ellenállás jóságának lényeges jellemzője. Már többször említettük, hogy a potenciométer feszültségosztó, de mit is jelent ez? Ismerjük meg most a feszültségosztás törvényét. A feszültségosztó egy olyan négy pólus, amelyet legegyszerűbb esetben két sorba kapcsolt ellenállás alkot. A tápszálló feszültség megosztik az egyes és kettes ellenállás között, ebből származik a feszültség osztó elnevezés is. Egyenáramú hálózatokban az rendelkezés álló feszültségnél nagyobb feszültség nem állítható elő, ezért a két feszültség összege megegyezik a bemenő feszültséggel Kirchhoff hurok törvénye alapján. Az OM törvény felhasználásával a következő két egyenletet kapjuk. Mivel mindkét ellenálláson ugyanaz az áron folyik keresztül, felírhatjuk az alábbi összefüggést. Soros kapcsolásban az egyes ellenállásokon fellépő feszültségek úgy aránylanak egymáshoz, mint az ellenállások értékei, ez a feszültségosztás törvénye. A feszültségosztó kimeneti feszültségét a két ellenállás bármelyikéről levehetjük, jelen esetben a kettes ellenállásról fogjuk. Az áramerősség az OM törvény alapján számítható, behelyettesítve és átrendezve kapjuk a feszültségosztó képletét. A képlet számlálójában mindig annak az ellenállásnak kell szerepelnie, amelyről az osztó kimeneti feszültségét levesszük. A nevezőben pedig mindig a kapcsolás eredő ellenállását tüntetjük fel. Az ároljeles részben a tört mértékegység nélküli értéke legfeljebb egy. Ez felel meg annak, hogy a kimenő feszültség legfeljebb a bemenő értékű lehet. Összetett kapcsolásainkat így gyakran célszerű két ellenállás soros kapcsolására egyszerűsíteni, és utána a részfeszültségek meghatározásához a feszültség osztó képletét alkalmazni. Ha a feszültségosztóra terhelés kapcsolunk, például egy ellenállást, akkor ez a kettes ellenállással párhuzamosan kapcsolódik. Az eredő ellenállás értékét a már ismert módon számolhatjuk. Behelyettesítve ezt a feszültségosztó képletbe, az a következő képen módosul. Mivel a számláló értéke jobban csökken, mint a nevezői, ezért a terhelt osztó kimeneti feszültsége mindig kisebb, mint az ideális terheletlen érték. Ez azt is jelenti, hogy a feszültségmérésekor a műszer véges nagyságú belső ellenállása miatt a kapott feszültség mindig kisebb a valóságos értéknél. Nem keletkezne ez a hiba, ha a feszültségmérő műszerünk belső ellenállása végtelen lenne. Ezért a feszültségmérő műszerünk annál jobb beiktatásra, és annál kisebb hibát okoz, minél nagyobb a belső ellenállása. A feszültségosztás után ismerkedjünk meg most az államosztás törvényével. Az áramosztás törvényét párhuzamos kapcsolások esetén értelmezhetjük. A párhuzamosan kapcsolt ellenállásokon a közös mennyiség a feszültség, míg a rajtuk átfolyó áram áramkorlátozó hatásaik függvénye. Ebből származik az áramosztó elnevezés. Az áramokra is érvényes, hogy sem I1, sem I2 nem lehet nagyobb a közös I áramnál Kirchhoff csomóponti törvénye alapján. Az egyes államokat az OM törvény alapján számíthatjuk ki, az egyenletekből a közös mennyiséget kifejezve, és átrendezés után kapjuk az összefüggést. Ez szövegesen kifejtve azt jelenti, hogy párhuzamos kapcsolás esetén az áramerősségek fordítottan arányosak az ágaik ellenállásaival. Vagyis a csomópontba befolyó áram az ellenállásokon megosztik. Nagyobb ellenálláson kisebb, kisebb ellenálláson nagyobb áram folyik. Határozzuk meg most az áramosztó egyik ellenállásán, például a kettesen az áram értékét a közös áram és az ellenállások értékének ismeretében. Az ellenállásokon eső feszültséget felírhatjuk a közös áram és a két párhuzamosan kapcsolt ellenállás eredője segítségével. Behelyettesítés és átrendezés útján kapjuk a keresett összefüggést. Ez az álomosztó képlete. Felépítésére hasonlít a feszültségosztó képlethez azzal a lényeges különbséggel, hogy itt a tör számlálójában szereplő ellenállás és a keresett áramindexe indexe nem azonos, hanem éppen ellentétes. Összetett kapcsolásainkat így gyakran célszerű két ellenállás párhuzamos kapcsolására visszavezetni és az áramosztó összefüggését alkalmazni hogy túl vagyunk az elméleti alapokon, következzenek is Arduino programozás, ismerkedjünk meg az analóg jelek olvasásával. Az analóg digitális átalakító olyan áramkör, amely egy analóg, vagyis nagyságában folytonos elektromos mennyiséget, áramerősséget vagy feszültséget digitalizál vagyis nagyságát egy digitális számmal fejezi ki. Ezzel egy időben általában mintavételezi is azt, az időben folytonos változó analóg jelet csak adott mintavételi pillanatokban alakítja át, így a digitális jel nem csak értékében lesz diszkét, hanem időben is. Az Arduino 6 speciális bemeneti lábbal rendelkezik, amelyek képesek analóg jeleket, feszültségértékeket beolvasni egy 10 bites analóg digitális átalakító segítségével. A felbontás megmondja, hogy az AD átalakító az analóg bemenő jelet hány egyedi értékét tudja átalakítani. Mértékegysége minden esetben a bit. Például az az AD átalakító, amely az analóg jelet 1024 elemi értéke tudja felbontani, 10 bites felbontású, mert 2 a tizediken egyenlő 1024. Az Arduino tehát képes a 0 volt és az 5 volt közé eső feszültséget mérni, és egy azzal alányos 0 és 1023 közé eső 10 bites számmá átalakítani. Az analó digitális átalakítás közben kapott érték aránymérésen alapul. Ez azt jelenti, hogy a digitális érték és a mért feszültség aránya megegyezik az átalakító felbontásának és az alkalmazott referencia feszültségnek a hányadosával. Az Arduino esetén a referencia feszültség 5 volt, ami az 1023 digitális értéknek felel meg. Az aránypár átrendezésével bármilyen feszültség szinte számítható a digitális érték és vissza. A következő példaprogramunkban megismerkedünk a soros monitorral és plotterrel, valamint az analóg feszültségméréssel. Első lépésként állítsuk össze a kapcsolást a képernyőn látható ábra alapján a potenciométer első lába az 5 voltos pinbe megy, a középső az analóg nullába, a harmadikat pedig le kell földelni. A kapcsolás összeállítása után jöjjön a program elkészítése. A Setup részben a Serial Badging parancsal egy 9600 bód sebességű soros kommunikációs portot hozunk létre, mivel a soros kommunikáció megkezdésekor a kommunikáció sebességét mindig be kell állítanunk. Most már képesek vagyunk adatokat küldeni, illetve fogadni az Arduino és például a PC között. Magával a soros kommunikációval később részletesen foglalkozni fogunk, de Arduino platforma leggyakrabban hiba ellenőrzése, úgynevezett használjuk a sorosportot, ezért már most meg kell ismerkednünk vele. Fontos, hogy amikor a soros kommunikáció megkezdődik, az LX, illetve a TX digitális kivezetések ki bemenetként nem, csak soros kommunikációs csatornaként használhatóak. A loop részben a kód megméri a potenciométer feszültségét az analóg read utasítással. Az analóg lábak alapértelmezetként bemenetek, és az analóg read utasítással lehet a rajtuk lévő feszültséget mérni. A Serial Print Line utasítás segítségével az adatcsolt a soros porton kiküldjük. Az adatcsol végét a soremelés plusz a kocsi visszakarakterek zárják. Az utasítás működése megegyezik a Serial Print utasítással, csak Terminál program segítségével az előbbi könnyebben olvasható. Most, hogy elkészültünk a programmal, töltsük azt fel az Arduino-ra, és utána nyissuk meg a soros monitort. Az adatokat a PC-n a soros monitoron keresztül követhetjük figyelemmel. Az analóg Read függvény 0 és 1023 közötti értéket ad vissza eredményül a tekerőgomb állásától függően. A következő példában használjuk ki az aránymérés törvényét, és írjuk át úgy a kódot, hogy a mért feszültség nagyságát küldjük át a soros monitorra. Ehhez hozzunk létre egy float típusú lebegőpontos változót, amiben valós számokat tudunk tárolni, de csak egy gépi szó méretben. A voltage változó értéke azt mondja meg, hogy 5 voltnak hány 1024 része a bemenő feszültség. Végül ábrázoljuk az adatokat grafikusan a soros plotter segítségével. A potenciométer úgy viselkedik, mint egy feszültségosztó kapcsolás, amiben az ellenállások értékét változtatjuk, ezáltal a potenciométer kimenetén megjelenő feszültség függ a tekerőgomb állásától. A mostani anyagban megismerkedtünk a változtatható ellenállással, és láttuk, hogy ha az ellenállás pálya két végére feszültséget kapcsolunk, azaz a végpontok különböző potenciálon vannak, a csúszó érintkező mozgatásával a potenciál is változik, ezért ezt az alkalmazást és ennek nyomán magát az alkatészt potenciométernek nevezik. A potenciométer úgy viselkedik, mint egy feszültségosztó kapcsolás. Az államközeink számos feszültségosztót tartalmaznak. Ha bármelyik államkörben ellenállást látunk, pláne sorba kapcsolva, kezdhetünk gyanakodni, hogy feszültségosztóra bukkantunk. A hangerőállítás nem más, mint egy feszültséggel leosztása. A feszültségváltozást, mint analóg jelet, egy analóg digitális átalakító segítségével alakíthatjuk át adott felbontású digitális számá, erre néztünk példát az Arduino segítségével. Ez a videó kicsit hosszúra sikerült, de igyekeztem segítségével rávilágítani arra, hogy az egyes ismeretek, alkatrészek, törvények hogyan kapcsolódnak össze, hiszen ne felejtsük el, hogy az egész több, mint a részek összege. Köszönöm, hogy ma is velem voltatok. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra, észrevételeiteket pedig ne tartsátok meg magatoknak. Sziasztok! Igenkit, sok szeretettel köszöntök! Az eddigi leckében megismerkedtünk az ellenállással, mint az elektronika egyik fontos építőelemével és alkalmazási módjaival. Most megismerkedünk az elektronikai készülékek másik hasonlóan fontos alkatrészével, a kondenzátorral. A kondenzátor két kivezetéssel rendelkező passzív, energiatároló jellegű áramköri elem. Felhasználása nagyon sokrétű. A kondenzátor megtalálható a legtöbb elektronikai berendezésben működésének megértéséhez először a kapacitás fogalmával kell megismerkednünk. Az egymáshoz közeli, de egymástól elszigetelt elektromosan vezető testek feszültség hatására elektromos töltés tárolására képesek. Azt mondjuk, hogy ezeknek a testeknek kapacitásuk, befogadó képességük, tároló képességük van. Az egymás környezetében elhelyezkedő vezető anyagú testeket elektródáknak nevezzük. A testek akkor vannak egymás környezetében, ha elektromos terük befolyással van egymásra, azaz elektromos töltéseik együttesen határozzák meg környezetükben az elektromos teret. Tételezzük most fel, hogy egy elektromos feszültségmérővel megmérjük az elektromos potenciál különbséget az elektródák között. Egy adott elrendezés esetében kétszer nagyobb töltéshez kétszer nagyobb feszültség tartozik, hiszen kétszer nagyobb töltés esetén az elektromos mezőtér is megduplázódik. Az elektrpál potenciája a szétválasztott elektromos törtésen egyenesen arányos. A két mennyiség hányadosaként kaphatjuk az elrendezés kapacitását. Valamely elektródpál kapacitása, csak a geometriai elrendezéstől és a közöttük elhelyezkedő szigetelőanyag permittivitásától függ. A kapacitás egysége a farád, jele a nagy F. A farád viszonylag nagy egység, ezért a következő kisebb egységeket szokás használni a gyakorlatban. A farád elnevezés Michael Faraday angol fizikus nevéből ered. A kondenzátor elektromos töltések felhalmozására és tárolására alkalmas, egymástól szigetelő anyaggal elválasztott elektródpár. Az elektródot más szóval fegyverzetnek is nevezik. Az egyik legegyszerűbb geometriájú elrendezés a sík kondenzátor, amely két azonos méretű, egymással párhuzamos vezető labból áll. A kondenzátor töltésének az egyik lemez töltését, feszültségének a lemezek közötti feszültséget nevezzük. A kapacitás a kondenzátor legfontosabb tulajdonsága, amely azt mutatja meg, hogy egy adott feszültség hatására mennyi energiát képes tárolni. A sík kondenzátor kapacitása egyenesen arányos a lemezek területével, fordítottan arányos a lemezek közötti távolsággal és függ a szigetelő anyag minőségétől. A dielektromos állandó a szigetelő anyagnak az elektromos teret befolyásoló hatására jellemző mennyiség, tőle függ a kondenzátorra kapcsolható maximális feszültség értéke. Ha egy kondenzátor geometriája változik, akkor természetesen a kapacitása is más értéket vesz fel. Ez ad lehetőséget arra, hogy kondenzátorokat érzékelőként is alkalmazzunk. A nyomás változtatásának észlelésére is felhasználhatjuk, például például a kapacitív érzékelőket, gondoljunk csak az érintőképernyőre, illetve a számítógépes billentyűzetre. A leydeni palack volt az első ember által készített elektromos kondenzátor, mely tárolta az elektromos töltéseket. Az eredeti leydeni palack egy részben vízzel teli palack volt, melyet parafa dugó zárt le. A parafa dugón keresztül fémvezeték lógott a vízbe, ezen keresztül lehetett feltölteni a palack által képzett kondenzátort. A külső lemezt ekkor még a kísérletező keze alkotta. Ha a belső és a külső lemezt a két fegyverzetet összeérintették, akkor kisülési szikra keletkezett, és ez elég megrázó élmény volt a kísérletező személy számára. Amikor a kísérletekben a palack nélkül érintették össze a drótokat, kisebb szikra jött létre. Ebből következtettek arra, hogy itt bizony töltéstárolás történt. A tipikus lejdeni palack kapacitása közel egy nanofarád volt. Később arra is rájöttek, hogy praktikusabb megoldás, ha a palac külső felületét fém vonják be, és nem a kísérletező kezét használják. A következő lépés pedig az volt, hogy a víz is kikerült a palacból, és a belső felületet is egy vezető fóriával vonták be. Sokáig ugyanis azt hitték, hogy maga a víz tárolja a töltéseket. A lejdeni palackot és működési elvét egymástól függetlenül ketten is felfedezték, de mi magunk is építhetünk egyet könnyedén. Nincs szükségünk mással, mint egy hengeres műanyag edényre, aminek van teteje. Első lépésként fúrjuk ki az edény műanyag tetejét. Ezután a műanyag edény külső oldalát vonjuk be alufóriával, gyűrődés és szakadásmentesen úgy, hogy a fória az edény kétharmadát borítsa. A kialakuló széleket és illesztéseket érdemes szigetelő szalaggal Ha készen vagyunk, ismételjük meg a műveletet a doboz belső oldalával is. Azt is az edény két halmadáig az alufólia. Az így kapott lejdeni palack belső oldala az egyik, a külső oldala pedig a másik fegyverzete a kondenzátorunknak. Erősítsünk mindegyik fegyverzethez egy-egy vezetéket. Ezzel el is készültünk. Nincsen más hátra, mint feltölteni a kondenzátort egy műanyag cső és egy szörme segítségével. Ha a két vezeték végét ezután egymáshoz közelítjük, akkor nézhetjük a képződő szikrákat a sötétben. A palack folyamatos töltése mellett a szikra képződés is folyamatos. A kondenzátor kisül, majd újra feltöltődik. A kísérlet után beszéljük át a kondenzátor működését. A kondenzátor fegyverzetei nyugalomban nem mutatnak kifele töltést, tehát semlegesek. A protonok és elektronok száma megegyezik. Ha külső hatás következtében az elektronok közül egyet vagy többet eltávolítunk, az egyensúly felborul. A kondenzátorra kapcsolt államforrásnak a negatív pólusán elektron többlet, a pozitív pólusán pedig elektron hiány van. A töltéshordozók kiegyenlítődése törekszenek, ezért az ellen pozitív pólusa elvonja a kondenzátor pozitív egyvezetéből az elektronokat. Ezzel egy időben az enem negatív sarkától a töltések elkezdenek vándorolni a kondenzátor negatív fegyverzetébe. Az enem jobb és a bal oldalán is elektronáram keletkezik. Habár a két fegyverzet el van szigetelve egymástól, a töltésváltozásuktól kialakuló két áram miatt olyan, mintha a kondenzátor ott sem lenne az áramkörben. A folyamat addig tart, míg a pozitív fegyverzet egyenlő potenciálra nem jut a pozitív sarokkal, illetve a negatív fegyverzet egyenlő potenciálra nem jut a negatív sarokkal. Ekkor a feszültség hiányában tovább áram sem fog folyni a körben. Az elektromos töltése rendelkező fegyverzetek az általuk létrehozott elektromos mező közvetítésével hatnak egymásra. A lemez egyik oldalán és a másik oldalán is az erővonalak fele indul ki a lemezekből. A lemezek között a két mező erősíti, a lemezeken kívüli térben pedig kioltja egymást. Nagy méretű lemezek esetén az erővonalak gyakorlatilag mind a fegyverzetek között lesznek és homogén elektromos mezőt alkotnak. Ha a kondenzátor fegyverzetei között túl nagy feszültség van, akkor az elektromos hív könnyedén áthűthet közöttük. Az elektronok legegyszerűbben fémeken keresztül tudnak kiegyenlítődni, de ha nagy mennyiségben halmozódnak fel az egyik oldalon a másik oldal rovására, akár a levegőn keresztül is megindulnak. Hogy az elektromos hív nehezebben üssön át, szigetelő anyagot célszerű elhelyezni a fegyverzetek közé. A kondenzátor fegyverzetei között lévő különféle szigetelők csak kevés szabad elektron tartalmaznak. A szigetelők egy része olyan molekulákból áll, amelyek külső elektromos tér hiányában nem polárosak, külső elektromos tér hatására viszont polarizálódnak. A szigetelők másik típusában a molekulák már szerkezetüknél fogva dipólusosak, de külső elektromos tér nélkül teljesen rendszertelenül helyezkednek el. Elektromos tér hatására viszont dipól láncot alkotva igyekeznek bárni a tér irányába, a jelenséget dielektromos polarizációnak hívjuk. A szigetelőanyag molekulái az erővonalak irányában rendezett dipólusokká alakulnak. Dipólus láncok alakulnak ki. A szigetelőn belül a polarizációs töltések semlegesítik egymást, viszont a szigetelő két szélén a polarizációs töltés jelenik meg. A polarizációs töltések elektromos tere gyengíti a fegyverzetek elektromos terét. A szuperpozíció miatt. Ha gyengébb az elektromos mező, akkor kisebb a fegyverzetek közötti feszültség, és ha kisebb a feszültség, akkor megnő a kapacitás. Most nézzük meg azt, hogy mi történik akkor, ha az áramforrás kicseréljük egy fogyasztóra. A teljesen feltöltött kondenzátor a fogyasztón keresztül fog kisülni. Mivel a töltések semlegességre törekszenek, a két fegyverzet között áram indul meg. Vagyis a kondenzátor áramforrásként fog viselkedni. Érdemes megjegyezni, hogy a kondenzátor pont fordított irányú áramot hoz létre, mint a generátor, hiszen amelyik fegyverzetből eddig befolyt az áram, abból most kifolyik. A leírt folyamatot mi magunk is könnyedén tudjuk demonstrálni. Nincs szükség másra, mint egy 9 voltos elemre, egy LED-re, a soros áramkorlátozó ellenállásod együtt, és egy 220 mikrofarád kapacitású kondenzátorra. Töltjük fel a kondenzátort az elemmel, majd érintjük össze a kondenzátor és a LED pozitív és negatív lábait. Ha mindent jól csináltunk, felvillan az apró LED parányi fénye. A mai leckében megismerkedtünk a kapacitás fogalmával, és részletesen áttekintettük a kondenzátor felépítését és fizikai működését. A kondenzátor a rákapcsolt feszültség hatására a fegyverzetein szétváló, felhalmozódó elektromos töltések által az elektródok közötti teret kitöltő szigetelő anyagban létrehozott elektromos mező révén tárol energiát. A kondenzátor olyan, mint egy mini akkumulátor, de ezzel nem tudunk hosszú távon feszültséget adni, mint például egy elemmel, mivel feltöltődési és kisülési ideje is rendkívül rövid. A következő alkalommal a kondenzátor áramköri szerepét, működését és technikai megvalósítását fogjuk áttekinteni, legyetek akkor is velünk. Köszönjük a figyelmet, ha tetszett a videó, akkor ne felejtsetek el lájkolni, és ha még nem tettétek volna meg, iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok! Mindenkit sok szeretettel köszöntök! A most következő videóban folytatjuk a kondenzátorokkal kapcsolatos ismereteink bővítését. Remélem hasznosnak fogjátok találni. A kondenzátorok a legtöbb elektronikai berendezésünkben megtalálhatók az ellenállásokkal együtt. Nélkülük semmilyen komoly elektronikai berendezés nem képzelhető el ma már. Ezért alapos ismeretük nélkülözhetetlen. Kondenzátor található a tévében, a rádióban, a számítógépben, a töltőben, a tápegységben, egy szóval mindenhol ott vannak. Mint már tudjuk, a kondenzátor két kivezetéssel rendelkező passzív energiatároló jellegű áramköri elem, a testek töltéstároló képességét felhasználó villamos alkatész a kondenzátor. Az előző videónkban a kondenzátorok fizikai működésére helyeztük a hangsúlyt, most viszont az áramköri elem, vagyis az alkatész kerül bemutatásra. A gyakorlatban sokszor előfordul, hogy a rendelkezésre álló kondenzátorok kapacitása nem megfelelő, túl kicsi vagy túl nagy. Ilyenkor több kondenzátort összekapcsolunk. Az összekapcsolt kondenzátorok úgy viselkednek, mint egyetlen kondenzátor, melynek kapacitása az eredő kapacitás eltér az összetevő kondenzátorok kapacitásától. Ha a kondenzátorokat egymás után elágazás nélkül kapcsoljuk össze, soros kapcsolásról beszélünk. Az összekapcsolt fegyverzetek csak megosztás útján juthatnak töltéshez, így azok csak előjelben különböznek. A kondenzátorok soros kapcsolása úgy fogható fel, hogy az egymással szembeni felületek távolságát növeljük, így az eredő kapacitás csökken. A sorosan kapcsolt kondenzátorok eredő kapacitását ugyanúgy számíthatjuk ki, mint a párhuzamosan kapcsolt ellenállásokét. Sorosan kapcsolt kondenzátorok eredőkapacitásának reciproka egyenlő az egyes kondenzátor kapacitások reciprokának összegével. Természetesen itt is működik az ellenállásoknál megismert Replus művelet. Ha mindegyik kondenzátor pozitív és negatív fegyverzeteit külön összekötjük egy közös pontba, párhuzamos kapcsolásról beszélünk. A párhuzamos kapcsolással növeljük az egymásra szemben álló fegyverzetek felületét, így a kondenzátorok együttes eredőkapacitása is növekszik. Az eredőkapacitást tehát az egyes kondenzátorok kapacitásának összeadásával számíthatjuk ki. Az összekapcsolt fegyverzetek ekvipotenciális felületet alkotnak, így a szembeálló felületek között minden azonos a feszültség. Általában sorosan és párhuzamosan kapcsolt kondenzátorok is találhatók egy kapcsolásban. Az eredő kapacitás kiszámolásához szükséges összevonások hasonlóan történnek, mint az eredő ellenállásnál, azzal a különbséggel, hogy itt a sorosokat repluszolva, a párhuzamosokat összeadva kapjuk meg a helyes eredményt, pont fordítva, mint az ellenállások esetén. A kondenzátor egyenállam esetén ebben szakadásnak tekinthető. Ezt könnyen beláthatjuk, ha a két fegyverzet között elhelyezkedő szigetelése gondolunk. Gyakorlatilag azonban, amíg fel nem töltődik a kondenzátor, addig folyik állam a körben. Nézzük meg most a kondenzátor működését soros államkörben. A C kondenzátort az U0 feszültségű generátorról egy ellenálláson át fogjuk feltölteni, majd kisütni. Kövessük végig a bekapcsolás pillanatától a lejátszódó folyamatokat. Kezdetben a kapcsoló a kettes helyzetben áll. Ekkor a kondenzátor tölteten így nincs feszültsége sem. A kapcsoló átváltásakor U0 feszültség kerül az ellenállás és a kondenzátor elemekből álló soros hálózata. A generátor pozitív sarkából a töltések elkezdenek vándorolni, a kondenzátor pozitív fegyverzetébe, ahogy az töltődik, áram keletkezik. Ugyanakkor a generátor negatív sarka az ellenálláson keresztül elvonja a negatív fegyverzetbe az elektronokat, tehát jobb oldalt is áram keletkezik. Habár a dielektrikum miatt el van szigetelve a két fegyverzet egymástól, a töltés változásuktól kialakult két áram miatt olyan, mintha a kondenzátor ott sem lenne, vagyis a kondenzátor kezdetben rövid zárként viselkedik. Az áramot csak a vele sorosan kapcsolódó ellenállás Forrátozza. Ahogy a kondenzátor pozitív fegyverzetébe gyülekeznek az elektronok, illetve a negatív fegyverzetben kiürülnek, a fegyverzetek és a generátor sarkai között folyamatosan csökken a feszültség. Ennek megfelelően csökken a két áram is, vagyis az övidzárbor egy egyre növekvő ellenállás, majd szakadás lesz. A leírt folyamatot jól lehet bemutatni, ha egy ledet kötünk az állomkörbe, melynek kialvó fényen jelzi a kondenzátor feltöltődését. Felidézve a feszültségosztás törvényét és a kondenzátort egy végtelen nagy ellenállása helyettesítve, könnyen belátható, hogy a kondenzátor csak a generátor U0 feszültségének eléréséig töltődik. Feltöltött állapotban állam nem folyik, a kondenzátor szakadásként viselkedik. Ez olyan, mint amikor egy csapra szerelt gumiballon belső nyomása egyenlő vagy meghaladja a töltőcsap nyomását. Ilyenkor már nem tudjuk tovább tölteni a ballont, a folyadék mozgása megáll a csőben. A kapcsoló alaphelyzetbe történő visszaváltásakor az áramkör a generátorról lekapcsolódik, és olyan zárt áramkör keletkezik, amely csak a sorosan kapcsolódó ellenállás és kondenzátor elemekből áll. A feltöltött kondenzátor ekkor u 0 feszültségű generátorként viselkedik. I0 áram alakul ki, amely a kondenzátort az ellenálláson át kisüti. Az áramkörbe iktatott zöld LED fénye a kondenzátor kisülését szemlélteti. A kialakuló áram a töltő áramhoz képest ellentétes irányú. A kondenzátor töltése és feszültsége ennek következtében a kisütő áramerősség is csökken, és végtelen idő múlva mindkettő nulla lesz. A kondenzátor feszültség változását egy digitális oszcilloszkop segítségével működés közben is nyomon tudjuk követni. A tapasztalati mérések alapján levezethető matematikai formulák pedig segítenek majd később a gyakorlati problémák megoldásában minket. A feszültséghez hasonlóan fel lehet venni a kondenzátor töltési és kisülési áramát egy multiméter és egy stopper óra segítségével. Az adatokat grafikusan ábrázolva kapjuk meg az áramváltozás jól ismert jellegörbéjét. Az áram és a feszültségváltozás matematikai formuláiban szereplő TC vagy TAU paramétert időállandónak nevezzük. Ez a feltöltés és a kisülés folyamatának sebességét jellemzi. Az időállandó állandó azt az időtartamot jelenti, míg töltéskor a kondenzátor végső feszültségének a 63%-áig feltöltődik, vagyis míg az induló maximális áram I0 értékének a 37%-áig lecsökken. Kisütéskor pedig az az tartam, míg a kondenzátor feszültsége, illetve a kisütő ára maximális értékének a 37%-áig lecsökken. A teljes folyamat úgy töltés, mint kisütés esetén nagyjából 5 TC vagy Tau idő alatt játszódik le. Például egy 100 mikrofarad értékű kondenzátor 47 kOhm értékű ellenálláson keresztüli töltésekor az időtengely 1 TC értéke 4,7 másodperc. Ha növeljük az ellenállás értékét vagy a kondenzátor kapacitását, akkor az időállandó vagy tau is növekedni fog. Az előző áramkört felhasználva kössünk párhuzamosan egy újabb kondenzátort a meglévővel. Ezzel növelve a kapacitást, azt fogjuk tapasztalni, hogy a töltés és kisülés ideje megnövekszik. A soros áramkör után vizsgáljuk meg a kondenzátor működését párhuzamos áramkörben is. Kezdetben a töltetlen kondenzátor rövid zárként viselkedik, így a led ellenállásán nem folyik áram, mert az a kondenzátor ágán folyik el. Ahogy a kondenzátor elkezd töltődni, növekszik az ellenállása, végül a kondenzátor teljesen feltöltődik és szakadásként viselkedik. Most szakítjuk meg az államkört és megfigyelhetjük, hogy a kondenzátor a LED soros ellenállásán keresztül kisül. Így a kisülés karakterisztikája megegyezik a soros kapcsolás kisütésének karakterisztikájával, azzal a különbséggel, hogy az államirány nem fordul meg, hiszen a fegyverzetek ugyanabba az irányba fognak kisülni, mint amerre a generátor hajtotta az államot. Most, hogy megismerkedtünk a kondenzátor alapvető tulajdonságaival, nézzük meg, mire is megyünk az elméleti ismereteinkkel. Legyen a feladatunk az, hogy meghatározzuk egy kondenzátor ismeretlen kapacitását az Arduino Uno segítségével. A képernyőn látható, nagyon egyszerű kapcsolás összeállítása szükséges a mérés koncepciójának megértéséhez. Az ismeretlen C1 kapacitást keresünk az ismert L1 és a mérendő TC vagy TAU időállandó segítségével. Tudjuk, hogy egy TC vagy TAU idő alatt a kondenzátor a végső feszültségének 63%-áig feltöltődik. A feszültségváltozást a töltés alatt az analóg digitális átalakító segítségével nyomon tudjuk követni, és segítségével megmérhetjük az időállandót. Jó példakódot találunk erre a koncepcióra az Arduino weboldalán, akit érdekel részletesen átolvashatja az algoritmus egyes lépéseit, és az elméleti háttér is szépen ki van fejtve. A kódot letöltve és betöltve a főbb megállapításokat tehetjük. A loop törzsében elindítjuk az időmérést, és meghatározzuk az időállandó értékét. Tudjuk, hogy ha teljesen feltöltődik a kondenzátor, akkor 5 voltot, azaz 1023-at olvasunk ki az analóg lábakon. A feladatunk tehát annak az időtartamnak a megmérése, amikor az AD lábon 1023-nak 63%-át, vagyis 647-et olvasunk. Ezt legkönnyebben egy vált ciklus segítségével valósíthatjuk meg. A vált ciklus esetén az állójelek közti részben a ciklusban maradás feltételét kell megadni. Jelen esetben addig nem lépünk tovább a kódban, amíg az olvasott AD érték kisebb, mint 648. Amint a feltétel nem teljesül, tovább lép a programunk a vált cikluson, és az időmérés befejezzük. A keresett kapacitást a meghatározott idő állandó és az ismert ellenállás hányados Programunk végén kisütjük a kondenzátort, és újra kezdődik a töltési ciklus, programunk a loop elejére ugrik. A folyamatot és annak eredményét a soros monitoron követhetjük nyomon, láthatjuk, helyes eredményt kaptunk. Most, ha kicseréljük a kondenzátort egy nagyobb értékűre, láthatjuk, hogy a TC érték is megnövekszik. Algoritmusunk ugyan pontosan meghatározza a kondenzátor értékét, de idegesítően lassú maga a mérés. Végezetül módosítjuk úgy a mérést, hogy a kondenzátor töltését és kisütését nyomon tudjuk grafikusan is követni. Először cseréljük le a 10 k ellenállást, ezzel ómosra, majd pedig az előző példakódot módosítjuk úgy, hogy a már az új ellenállási értéket vegyük figyelembe. Ezen felül a Y ciklusok törzsébe írjuk ki a soros monitorra az aktuális AD értéket a szérián Printline függvényhívás segítségével. A soros monitor helyett pedig válasszuk ki a soros plotter lehetőséget. Ha mindent jól csináltunk, grafikusan is nyomon követhetjük a kondenzátorunk töltési és kisülési feszültség diagramját. Az elektronikában a kondenzátorokat kétféle módon csoportosíthatjuk, a dielektrikum fajtája és a szerkezeti felépítés szerint. A dielektrikum fajtája szerint beszélhetünk kerámia, műanyag, fémoxid, tantár, levegő és papír kondenzátorról. A szerkezeti felépítés szerint pedig fix vagy változtatható kapacitású kondenzátorról. A kondenzátorok gyakorlati megvalósításai nagyon sokfélék lehetnek, ezért a most következő ismertető célja nem is lehet más, mint kinyitni a világot az érdeklődő számára. Kezdjünk is hozzá. Papírkondenzátorokat az 1960-as évekig gyártottak. Olcsó, megbízható, nagy tömegben gyártott kondenzátor típus volt régi készülékekben elvétve felelhető még. A papírkondenzátor olajjal átitatott vékony papírcsíkból áll, amelynek két oldalán helyezkedik el az ómból vagy alumíniumból készült fóriafegyverzet. A fémfóriákat és a szigetelő anyagot feltekercselik, és a tekercset kivezetésekkel látják el. Végül műanyaggal körülöntik. Légmentes lezárásra van szükség a nedvességbe hatolásának megakadályozására. A papírnak, mint dielektikumnak sok kedvezőten tulajdonsága van, ezért a műanyag fóliák már teljesen kiszorították. A csillám kondenzátor réteges szerkezetű kondenzátor, amelynek dielektikuma ásványi eredetű tiszta csillám. A csillám kiváló elektromos mechanikai és időálló tulajdonságokkal rendelkezik, emiatt berendezések szűrőköreiben és kapacitás etalonként mérőműszerekben is alkalmazzák. A kerámia kondenzátorok kisméretű kerámia alapkák, melyek mindkét oldalára fémgőzöléssel alakítják ki a fegyverzeteket. Pikofarád és nanofarád tartományban és elsősorban szűrő feladata, vagyis az apró nagy frekvenciás feszültség tüskék simítására, elnyelésére használják őket. Ezek a kondenzátorok elég érzékenyek a hőmérséklet változására. A nagyobb kapacitás elérése érdekében akár több lemezkét is rakhatnak egymásra, így kap a múltiléjjel több rétegű kondenzátorokat. Léteznek olyan kerámiatestek is, amik dielektromos állandó hőmérséket függése csekély. Ezek kiválóan alkalmasak rezgő körök kondenzátorai számára. A fória kondenzátorok leginkább olyan jelfeldolgozó áramkörökben jelennek meg, ahol a kerámia kondenzátorok pontatlansága és érzékenysége nem megengedhető. Tömb vagy tekercset kivitelben készülnek. A dielektikuma műanyag fória. A közönséges műanyag fóriás kondenzátor fegyverzetei általában alumíniumfém fóriák. Legismertebb típusa a polisztirol kondenzátor. Nagy stabilitás és magasabb frekvencián is igen kis veszteség tényező Jellemzi. Kiterjedten alkalmazzák rádió és tévévevő készülékekben, átvitel technikai berendezésekben és műszerekben. Ismertek még poliésztel és polikarbonát dielektrikumú kondenzátorok is. Ezek alkalmazási területe azonos a papír kondenzátoréval. Az elektrolit kondenzátoroknál a kondenzátor fegyverzete vezetőképes folyadék, úgynevezett elektrolit. Különleges kivitel esetén elektrolit helyett hasonló viselkedés mutató félvezető anyagokat alkalmaznak. Az elektrolit kondenzátorok jellemzően alumínium vagy tantál felhasználásával készülnek. Az alumínium fóliás elektrolit kondenzátor egyik fegyverzete oxidált felületű alumínium, ahol az alumínium oxid dielektrikumként működik. Így a kondenzátor egyik fegyverzete az alumínium, a másik az elektrolit folyadék vagy gél formájában. Kis térfogat mellett nagy kapacitása van, veszteségei viszont jelentősek lehetnek. Az elektrolit kondenzátor kapacitása a hőmérséklettel változik. Ha egy elektrolit kondenzátort fordított polaritása kötnek be, akkor az oxidétek pillanatok alatt leoldódik, vezetni kezd, és a keletkező hő felforralja az elektrolitot. A kondenzátor felrobban. Kisebb elektrolit kondenzátorokat a robbanás elkerülése miatt hasadó míg az ipari kivitelű elektrolit kondenzátorokat biztonsági szereppel látnak el. Az elektrolit kondenzátor legfontosabb felhasználási területe a váltófeszültségből egyenirányított egyenfeszültségek stabilizálása a tápegységekben, valamint a szűrőkondenzátorként az alacsony frekvenciás váltóáromű összetevő kiszűzése. A forgó kondenzátor olyan sík kondenzátor, amelyben az egyik fegyverzet a síkjára merőleges tengely körül elforgatható. Ezáltal az egymással szemben levő felületek nagysága megváltozik, így megváltozik a kondenzátor kapacitása is. A forgó kondenzátorok általában néhány pikofarád és 500 pikofarád közötti végkapacitással rendelkeznek. A legkisebb állítható kapacitás a végkapacitás mintegy 10%-a. A trimmer kondenzátor többnyire elég kicsi kapacitású tárcsa kondenzátorok. Az egyik tárcsa rögzített, a másik eltolható. Finom hangolása használja a gyakorlat. A kondenzátorok jelölései nem olyan egységesek, mint az ellenállásoké. A nagyméretű kondenzátorok kényelmesen feliratozhatók, ilyenek például az elektrolit kondenzátorok, közvetlenül rájuk írható kapacitás a mértékegységgel együtt. A néhány milliméteres kerámia vagy SMD kondenzátorok azonban méretükből adódóan nem adnak lehetőséget minden adat feltüntetésére, így egyszerűsíteni kellett a kondenzátorok jelölését. Gyakori megoldás, hogy az apró kondenzátorokra három számjegyet írnak. Az első két számjegy megadja az értéket, a harmadik pedig 10 hatványát. Az így leírt szám pikofarádban adja meg a kondenzátor kapacitását. Előfordul, hogy csak két szám található a kondenzátoron, Ekkor az érték közvetlenül pikofarádban értendő. A kondenzátorokon az ellenállásoknál már megismert szinkódot is szokták alkalmazni. A négygyűrűs szinkód elsőként jele a kapacitás értékét, a harmadik, vagyis a szorzószám annak nagyságrendjét, míg a negyedik a kondenzátor névleges feszültségét határozza meg. A kondenzátor két legfontosabb jellemzője a kapacitás és a névleges feszültség, vagyis az a legnagyobb feszültség, melynél a kondenzátor dielektikuma még biztosan nem károsodik. A valódi kapacitás értékének a névlegestől való eltérése a tűrés. Ez utóbbit a névleges érték százalékában adják meg. A kondenzátorok gyártási tűrése szintén fel van tüntetve az eszközön. Az üzemi feszültség a névleges feszültségtől lényegesen kisebb és rendszerint nem nem lépi túl a névleges feszültség felét. A hőmérséklet megváltozásával a kondenzátor kapacitás értéke megváltozik. A kondenzátoroknál a kapacitás hő okozta megváltozását a dielektrikum szigetelőrétek hőtágulása okozza. A hőmérséklet tényező azt jelenti, hogy 1 Celsius fok környezeti hőmérséklet változás hatására a kondenzátor kapacitás értéke milyen változás szenved. Azokat a kondenzátorokat, amelyek elektromos bekötése nem közömbös, vagyis kivezetései nem cserélhetők fel az alkatész tönkemenetelen nélkül, egyértelműen megjelölik. A jelölés tantál elektrolit kondenzátorok esetén plusz jel a pozitív pólus azonosítására, míg elektrolit kondenzátorok esetén a negatív pólus jelölik a mínusz jellel. A kondenzátorok az energiát tisztán elektromos töltés formájában tárolják, ezért hirtelen nagy energiamennyiséget tölthetők vagy kisüthetők. Ebből fakad legnagyobb előnyük a hosszú élettartalmuk az elemekhez képest. A kondenzátorok elektródái nem degradálódnak több ezer ciklus után sem, ellentétben az elemekkel. Még a legmodernebb elemek is csak korlátozott élettartalma rendelkeznek, mivel az elemekben való energiatárolás az elektródák kémiai elváltozásával jár. A kondenzátorok viszont az elemekkel szemben nem képesek a feltöltött állapotot hosszan megtartani, a töltés elszivárog, valamint energiasűrűségük is jóval kisebb. Nem beszéltünk róla, de a kondenzátorok jól használhatók szűrési feladatokra. Ellenállás, és kondenzátor soros kapcsolásával aluláteresztő és felüláteresztő szűrők építhetők. A szűrés a jelfeldolgozás nélkülözhetetlen eleme, ezért mindenképpen meg kell vele ismerkedni. A digitális szűrők olyan szoftveres és hardveres megoldások, amelyek jelek helyreállítására, illetve szétválasztására használunk. De ezzel a témakörrel majd csak később fogunk részletesebben is foglalkozni. Most. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, és ha tetszett a videó, akkor legyetek itt legközelebb is. Sziasztok! mindenkit, sok szeretettel köszöntök a mai alkalommal újra a digitális jelekkel foglalkozunk. Remélem sokaknak lesz hasznos ez az összefoglaló is. Az első Arduino példaprogramunkban, a Blinkben megnéztük, hogyan lehet egy ledet villogtatni, vagyis a digitális kimeneteket tetszőlegesen kibekapcsolgatni. Az így előállított fénysorozattal már összetett üzeneteket is küldhetünk a külvilág felé. Gondoljunk csak a morzekódra. Sokszor azonban jó lenne a külvilág igen nem állapotát megállapítani. Erre a feladata a legalkalmasabb eszköz a digitális bemenetre kötött kapcsoló vagy nyomógomb. Az elektromos kapcsoló egy olyan államköri elem, amely az elektromos áramot bizonyos irányban vagy átengedi, vagy nem. Segítségével digitális jeleket tudunk előállítani. A digitális elsorozatok átvitelénél a logikai biteket valamilyen módon ábrázolnunk kell. A legegyszerűbb ábrázolásnál a két szintnek két feszültségértéket feleltetünk meg. A mikrovezérlők az I.O. portokon keresztül tartják a kapcsolatot a külső áramkörökkel. Az általános felhasználású célú be- és kimeneteket GPIO perifériának nevezzük. A digitális eleket a mikrovezérlők feszültség logika szerint értelmezik, így ha egy GPIO lában high vagy low jelet adunk ki, akkor elvileg a távfeszültséget vagy a nulla voltot vezetjük ki egy elektronikus kapcsolóval. A valóságban sajnos ezek a feszültségszintek csak bizonyos szórással tartható be, ezért inkább feszültség tartományról beszélünk. A magas és alacsony feszültség tartomány közötti rész tiltott sáv, hiszen ezek a feszültségértékek logikailag nem értelmezettek. Ilyenkor azt mondjuk, hogy a láb lebeg. A logikai feszültségszintet tartománya gyártási technológiánként eltérő a be- és kimeneteken. A TTR, azaz transzisztor-transzisztor logikát követő áramkörök tipikusan 5 voltól üzemelnek, és 2 volt felett érzékelik a bemeneti jelet magasnak. 0,8 volt alatt pedig alacsonynak. A CMOS, azaz komplemente fém-oxid félvezető építési technológia nem konkrét érték felett vagy alatt, hanem a távfeszültség százalékában érzékeli magasnak vagy alacsonynak a bemeneti jelet. A CMOS technológia nem csak szigorúan 5 voltról üzemelhet, hanem 3 volt, és 15 volt között bármi lehet a tápfeszültség. Ezt mindig vegyük számításba egy új elektronikai berendezés beszerzésénél és beüzemelésénél. Most képzeljük el, hogy egy 5 voltos jelszintekkel dolgozó Arduino-t összekötünk egy 3,3 voltról üzemelő Raspberry Pi-vel. Hiába fogja a Raspberry Pi kiadni a maximális 3,3 ,3 volt magas jelszintként, ha az csak alulról közelíti meg a 3,5-3,7 voltos szintet, amit már az Arduino magasnak érzékelne. Hogy mégis érzékelje, szintélesztés kell végezni. Szint illesztésnél összehangoljuk a különböző jelszintekkel dolgozó eszközök magas és alacsony jelszintjeit speciális államközök felhasználásával. Most, hogy tisztában vagyunk a jelszintekkel, kössünk egy nyomógombot az arduino -ra. A kapcsolókkal ugyan már foglalkoztunk részletesen egy korábbi videóban, most egy nyomógombbal fogjuk az ismereteinket felfrissíteni. A nyomógomb segítségével pillanatnyi, rövid időtartalmú kapcsolási impulzusokat gerjesztünk, amíg nyomva tartjuk. A nyomógombok kapcsolószerkezetei visszahúzó rúgókkal vannak felszerelve, így a rúgókkal felszerelt gomb mindig visszaugrik az eredeti helyzetbe. A kísérletező paneloknál ügyeljünk arra, hogy a nyomógomb lábai megfelelő irányba álljanak a bekötéskor. Ellenkező esetben rövidre tudjuk zárni a kivezetéseket. Multiméter segítségével könnyen ellenőrizhetjük és megérthetjük az adott kapcsoló működését. A szakadásvizsgálat nyomógombok esetén is igen hasznos, főleg akkor, ha nem emlékeznénk arra, hogy normál esetben nyitott vagy zárt kapcsolóval van dolgunk. Egyes multiméter típusok képesek hanggal jelezni az eredményt, sipolnak, ha találnak kapcsolatot, és némák, ha nem. A most következő gyakorlatban a led villogtató blink példát úgy bővítjük tovább, hogy egy nyomógom segítségével fogjuk kibekapcsolgatni a led fényét. Ha egy kapcsoló állapotát akarjuk megvizsgálni, akkor a következő bekötést alkalmazzuk. A kapcsoló egyik felét a földre, a másik felét az Arduino kettes digitális lábára kötjük. A LED a már megismert módon egy standard soros ellenálláson át van kapcsolva a 9-es lába, de használhatjuk az Arduino beépített ledét is a 13-as lábon keresztül. Építjük meg az áramkört az előbbi vázlat alapján, majd írjuk meg a vezérlő programunkat. A program elején elnevezzük a kettes lábat button pinnek, és létrehozunk egy egész típusú, a nyomógomb állapotát tároló button state nevű változót. Az Arduino áramkör bekapcsolásakor minden láb bemenet, de erre ne alapozzunk, célszerű minden esetben nekünk megmondani, hogy egy lábat bemenetként vagy kimenetként akarunk használni a PIM mód utasítással. A setup részben lethez tartozó lábat kimenetnek, a nyomógombhoz tartozó lábat pedig bemenetnek állítjuk be. A loop részben a digital read pin utasítással lekérdezzük a nyomógomb állapotát, majd egy cikluson belül megvizsgáljuk, hogy le van-e nyomva a gomb, és a gomb állapotától függően kapcsoljuk ki be a ledet. Az egyetlen utasítás, ami eddig nem bukkant még fel, az a digital read pin. Az utasítás segítségével a kivezetés logikai alacsony vagy logikai magas állapotát olvashatjuk be. Az eredmény high vagy low lehet. A paraméterként megadott szám a kivezetés azonosítója. Most töltjük fel a programkódot az Arduino-ra, és próbáljuk ki az összeállított kapcsolást. A nyomógomb lenyomásakor zárjuk az áramkört, és ennek hatására alacsony feszültségszint jelenik meg az Arduino kettes lábán. Programunkban a button state változó értéke alacsony, azaz ló lesz, amit ráírunk az Arduino Uno 13-os lábára, így a LED fénye is kialszik. Ha gombot felengedjük, a LED újra felragyog, pont mint várnánk, de ha alaposan megfigyeljük a LED állapotát, nagyon furcsa viselkedést tapasztalhatunk. Hol kigyullad, hol elalszik a LED fénye a nyomógomb állapotától függetlenül. A soros monitort megnyitva jól láthatjuk, ahogy folyamatosan változik nyomógombunk aktuális állapota. De miért is? Tehetjük fel a kérdést. A nyomógomb zárt állapotában a bemeneti lábat a földe, míg nyitott állapotában antennaként a környezeti zajt összeszedve meghatározatlan potenciálra viszi azt. Ezt a jelenséget, amikor a digitális kivezetés állapota nem egyértelmű, lebegésnek nevezzük. A lebegő láb úgy viselkedik, mint egy megaom ellenállás. Áram alig folyik rajta, ezért képes a környező zaj és zavar állapotát megváltoztatni. Egy szóval a nyomógomb nyitott állapotában nem kapcsolódik sehová, ezért az fel kell húzni 5 voltra. Hogyha máshonnan nincs semmi jel, er, akkor is legyen határozott magas bemenet a kettes lábon. Ha közvetlenül rákötjük a távfeszültséget a nyomógombra, akkor a gomb mennyomásakor rövidre zárjuk az áramkört. Hogy ezt elkerüljük, egy 10 kilómos úgynevezett felhúzó ellenállás szokás használni a gyakorlat alapján. Az ábrán látható ellenezés szerint, amikor a nyomógomb nyitott, az input pin magas logikai értéket olvas, mivel kis mennyiségű áram folyik keresztül a távfeszültség és az input pin között. Az input pinen 5 volt közeli érték jelenik meg. Amikor a nyomógomb zárt, közvetlenül a földre kötjük az input pin Az áram a felhúzó ellenálláson keresztül folyik a föld felé, ezért az input pin alacsony logikai értéket olvas. Az elméleti alapok ismertetése után építsük be áramkörünkbe a külső felhúzó ellenállást. A képernyőn látható elrendezésnek megfelelően kössük az Arduino Uno 2 lábát egy 10 kOhm-os ellenállással a tápfeszültségre. Ha túl kicsi a felhúzó ellenállás értéke, akkor nagy áram folyik át a kapcsolón záráskor, és az érintkezőkön a szikraképződés miatt oxidáció indul meg, míg ha túl nagy az értéke, akkor a kapcsoló és a vezetékezése Antennaként a hálózati zavajeleket szedi össze. A felhúzó ellenállás bekötése után nyomógombunk nyitott állapotában is stabil magas jelet küld a digitális bemenetre, ezt a bekötött led nem vibráló állandó fénye egyértelműen jelzi számunkra. A gomb lenyomásakor stabil, alacsony, felengedésekor stabil magas jelet küldünk a digitális bemenetre. A belső felhúzó ellenállás egy kibekapcsolható ellenállás a chip tokján belül, a kivezetés és a távfeszültség között. Minden pin rendelkezik ezzel a beépített, programozható felhúzó ellenállással. A belső felhúzó ellenállás használata mellett már a naív nyomógomb áramkörünk is használhatóvá válik. Az Arduino platformon a praktikusság és a könnyebb kezelhetőség miatt ugyanúgy kell kezelni, mint a kimenetek esetén, a láb magas vagy alacsony szintjét. Elsőre butaságnak tűnik, mivel kiírunk egy portra, ami bemenetnek van definiálva, de ezzel bekapcsolható a belső felhúzó ellenállás. A fenti két sor összevonható a pinmód függvény input pullup paraméter együttes használatával ez sokkal jobb kód olvashatóságot eredményez az input pull-up mód bemenetként konfigurálja az adott lábat és automatikusan 5 volt feszültségre húzza a belső ellenálláson keresztül ezt a kényelmi megoldást viszont nem célszerű a gyakorlatban is használni, mivel a belső felhúzó ellenállás értéke 20-50 km között van, és a hosszú vezetékkel csatlakozik a kapcsoló, mindenféle parazita jeleket képes a vezeték, mint antenna összeszedni. A megoldás az, hogy minden esetben külső felhúzó ellenállást használunk. A felhúzó ellenállás megismerés után kicsit még időzzünk el a kimeneti jelszinteknél. Tegyük fel a kérdés magunknak, mi legyen a elemen nyomva. Alacsony vagy magas? Logikusnak tűnik elsőre, hogy magas legyen a jel, ha megnyomjuk a gombot, és alacsony, ha nem. Gondoljunk csak a villanykapcsoló felkapcsolásával. Ha van jel, akkor biztosan történik is valami, például világít a lámpa. Viszont szinte mindenhol ennek az ellenkezőjét használják a gyakorlatban, ha megnyomjuk a gombot, nincs, ha nem, akkor pedig van jel. De miért is? Ezt a logikát élő nullának nevezik, azért élő, mert mindig ott van a jel, mint egy életjel. Ennek nagyon fontos következménye van, könnyebb a hibákat és a szabotást észrevenni, ezért használják az iparban és a biztonsági rendszerekben egyaránt. Élő nulláról beszélünk tehát, ha a mérendő fizikai jel nulla értékéhez nem nulla kimeneti jel tartozik. Valódi nulláról beszélünk akkor, ha mérendő fizikai jel nulla értékéhez nulla kimeneti jel tartozik. A valódi nullát a lehúzó ellenállás segítségével valósíthatjuk meg. A lehúzó ellenállás hasonló a felhúzó ellenálláshoz, csak most a bemenet és a föld közé kerül, ezzel logikai nulla értékek kényszerítve az adott pint. Ezt a megvalósítást ritkábban használjuk a már ismertetett okok miatt. Most, hogy megismerkedtünk a nyomógombbal és annak mikrovezérlőkhöz való illesztésével, következzen is kis Arduino programozás. Vezéreljük gombnyomás segítségével a panelhez kapcsolt LED fényét. Ha a LED nem világít, akkor gombnyomásra világítson, ha pedig világít, akkor gombnyomásra aludjon ki a LED fénye. Programunk lényege, hogy csak akkor változtatjuk meg a LED állapotát, ha valóban gomnyomás történik. A gomnyomás mindig állapotváltozás hajl. Példánkban a logikai magas jel logikai alacsony jellé változik. Önmagában nem elegendő a gombnyomás detektálásához, ha pillanatnyilag alacsony értéket olvasunk ki a gombról, hiszen akár nyomva is maradhatott az. Ezért mindig ismernünk kell a gomb előző állapotát is a helyes detektáláshoz. A gomb előző állapotát a Last Button State integer változóban tároljuk el. Ha a Button State változó értéke alacsony, a Last Button State pedig magas, akkor gomgyomás detektáltunk, és a lehet pillanatnyi állapotát, amit a digitál read segítségével olvasunk ki, az ellenkezőjére változtatjuk. A kiolvasott logikai értéket a felkiáltójel, vagyis a logikai tagadás segítségével váltjuk az ellenkezőjére. Feltöltve a kódot és a nyomógombot használva azt várnánk, hogy minden megfelelően működik. De sajnos nem. Hol Felkapcsoljuk, hol kikapcsoljuk a letfényét. De olykor semmi sem történik, hiába nyomjuk meg a gombot. Mi lehet a gond? Az ideális kapcsoló megnyomásakor az áramkört azonnal zárja, felengedéskor pedig azonnal nyitja. A valóságban viszont a nyomógomb csak a mi képzeletünkben képes nagyon szép négyszöges átmenetre a magas állapotból az alacsonyba. A mechanikus kapcsolók rugalmas fém alkatrészeket tartalmaznak, ezért a kapcsoláskor rezgés keletkezik az érintkezőknél. Ha oszciloszkópon nézzük, akkor megfigyelhetjük, hogy az zárás folyamata alatt többször érintkezik és elenged a kontaktus. Ez 1-5 millisekundum alatt lezajlik és közben 5-10 nyitzár változás is végbe megy. Ezt a jelenséget nevezzük pergésnek. A kontroller gyors működéséből fakódóan a pergést sebes gomnyomásnak látja, ez pedig nem mindig fogadható el, mint elvárt működés. A kivédéséről a tervezőnek kell gondoskodnia. Ezt pergésmentesítésnek nevezzük. Alapvetően kétféle módszerrel lehet a pergés megszüntetni, hardveresen és szoftveresen. Az egyik legegyszerűbb hardware megoldás az, ha a nyomógombbal párhuzamosan kötünk egy kondenzátort, ami elnyeli a pergés alatt keletkező impulzusokat, de egyben egy rezgőkört is alkot, és egy negatív feszültség tüske is jelentkezik, amit viszont nem szeret a mikrovezérő. Erre a megoldás lehet, ha egy másik ellenállást sorba kötünk a kondenzátorral, de az igazán jó megoldást egy Schmitt trigger biztosítja. Visszatérve most a LED kibe kapcsolgató példánkhoz, pergésmentesítjük a nyomógombot egy 10 mikrofarát kapacitású elektrolit kondenzátor párhuzamos illesztésével. Most már azt kapjuk, amit elvárnánk programmotor. Ha a LED nem világít, akkor gombnyomása világít, ha pedig világít, akkor gombnyomása kialszik a LED fénye. Az előbbiekben vázolt hardware-es pergésmentesítés csak addig praktikus, ami kevés számú nyomógombot akarunk használni. Ezért ma már inkább a szoftveres pergésmentesítés célra vezetőbb. Nézzünk erre is egy egyszerű példát. Legegyszerűbb, ha megvizsgáljuk a gombnyomás megtörténtét, vagyis a gomb kiolvasott értéke nem egyezik meg az utolsó eltároltal, majd a pergés kiválásával, ami kódumban 5 millisekundum ellenőrizzük, hogy a gomb még mindig mennyomott állapotban van-e. Ha mindkét egymás utáni feltétel igaz, akkor biztosak lehetünk a gomb mennyomott, alacsony állapotában. A digitális eszközök, mint amilyen az Arduino is, logikai alacsony és magas jelszintekkel dolgoznak. Másképp megfogalmazva, vagy magas, vagy alacsony feszültséget adnak ki, vagy olvasnak be egy adott lábon. A feszültség egy viszonylagos érték, így mindig kell egy referencia, amihez viszonyítunk. Ez a referencia pedig az Arduino GND lába. A logikai magas 5 volt feszültség ehhez képes van értelmezve. A bemenet esetén ezek a feszültségszintek a gyakorlatban csak bizonyos szórással tartható be, ezért inkább feszültség tartományról beszélünk, amit technológiánként eltérhet. Az eltérő jelszintekkel dolgozó eszközöket szintilleszteni kell. A digitális bemenetekkel kapcsolatosan egy dolgot tanultunk meg, de nagyon. Soha se bíz az inputban, avagy minden bemenet az ördögtől való. Ezért soha ne feledkezzünk meg a környezeti zajról, a nyomógombok és kapcsoló pergéséről, na meg persze a felhasználóról. Köszönöm szépen, hogy ma is velem voltatok, találkozunk legközelebb is a csatornán, addig is írjátok le kommentbe, hogy mit szeretnétek legközelebb látni. Sziasztok! Sziasztok. A mai alkalommal a félvezetők elméletét fogjuk röviden áttekinteni. A félvezetőket az elektronikában már több mint 60 éve használják. Belőlük épül fel az egyenirányító dióda, a tranzisztor, a LED és még sok más elem. Ezek a legérdekesebb és legfontosabb elektronikai alkatészek, amelyek félvezető kristályokból készülnek. A félvezetők bizonyos feltételektől függően vezetőként vagy szigetelőként is tudnak viselkedni. Az elektronikában használt félvezető eszközök működésének magyarázatához a bohr féle atommodellt fogjuk most is használni. Röviden összefoglalva az atom pozitív töltésű atommagból és negatív töltésű elektronokból áll. Az atommag pozitív töltése megegyezik az elektronok negatív töltésével, azaz az atom kifelé elektromosan semleges. Az elektronok az atommag körüli pályákon úgynevezett elektronhéjakon keringenek. A legtávolabb lévő külső elektronhéjon keringő elektronokat úgynevezett vegyérték elektronoknak nevezzük. Ezek az elektronok vesznek részt a kémiai reakciókban. Jellemzőjük, hogy kevésbé kötődnek az atomokhoz, mivel távolabb vannak tőle, és mert a közmenső héjakon keringő elektronok negatív töltésükkel elektrostatikus árnyékolást jelentenek. A vegyérték elektronok azért fontosak, mert ezek vesznek részt a kémiai reakciókban. A világunkat felépítő atomok nem szeretik a magányt, szívesen kötődnek más atomokhoz. Miért? Egyszerű. Stabil szerkezetre törekszenek, amit csak akkor érnek el, ha a legkülső elektrohéjuk is telített, azaz maximális számú elektron tartalmaz. Ehhez reakcióba kell lépniük egymással, ugyanis zárt, stabil elektron szerkezettel csak a nemes gázok rendelkeznek. De mi a helyzet a kevésbé stabil többiekkel? A periódusos rendszer első főcsoportjába tartozó elemek atomjainak egy, a második főcsoportnak kettő, a harmadiknak három elektronja van külső elektróhéján, és így tovább. Ahhoz, hogy az áhított nemes gázszerkezetet elérjék, az atomoknak a vegyérték elektronjaikat kell akcióba hozniuk. Amelyiknek kevés van, igyekszik megszabadulni tőlük, amelyiknek pedig sok, próbál még szerezni magának, hogy legkülső héja telített legyen. Az elektronikában használt szilícium és germánium félvezetők négy vegyértékű anyagok, ez azt jelenti, hogy külső elektronhéjukon négy vegyérték elektron található. Ezeknél az anyagoknál a külső elektronhéjon nyolc elektronfél fél, ezért a héj betöltéséhez további négy elektronnal van szükség, amit négy szomszédos atom magukhoz kötésével biztosítanak. Az ilyen kémiai kötést elektronpárkötésnek vagy kovalens kötésnek nevezik. A szilícium atom esetén, ha a szomszédos atomok szintén szilícium atomok, a kovalens kötés az atomokat szabályos térbeli helyzetben, térrácsban rögzíti, az ilyen szabályos lágy szerkezetek összessége a kristály. Ha egy szilícium darabka teljes szerkezete egyetlen szabályos kristályból azt egy kristálynak vagy monokristálynak nevezzük. Az iparban a félvezető eszközök alapanyagaként monokristályos szerkezetű anyagot használnak. A tiszta szilíciumot önmagában ritkán használják fel, de ne siessünk ennyire előre. Ha a kovalens kötésű kristályszerkezet az anyag vegyérték elektronjait elős kötésben tartja, az anyagban nincsen elmozdulni képes töltéshordozó, az anyag szigetelő. Ilyen például a tökéletes szénkristály, a gyémánt. Vannak anyagok, például a réz, melyekben egyes vegyérték nem kötődnek a kristályszerkezet egy pontjához sem, hanem szabadon mozoghatnak a kristályban, ezek a sok szabad hordozó tartalmazó anyagok a vezetők. A vezetők és a szigetelők között pedig húzódnak a félvezetők viselkedésüket tekintve. A félvezetőkben alacsony hőmérsékleten a vegyértékelektonok kötöttek, ezért az anyag szigetelőként viselkedik. A hőmérséket növekedésével azonban a felhalmozódó hőenergia hatására az atommak csak laza kapcsolatban álló vegyértékelektronok egy része kimozdulhat a kristályszerkezetben szerkezetben elfoglalt helyéről és nagy sebességgel cikáznak a kristálylásban miközben az atommagokba ütközve rendszeresen változtatják irányukat de eredeti helyüktől nem nagyon távolodnak el. A félvezető kristály tehát energiafelvételekor vezetővé válik. A tiszta szilíciumot önmagában a gyártók ritkán vagy nem használják, helyette inkább fűszerezik egy csipetnyi borral vagy foszforral, azaz szennyezik valamilyen más vegyértékű anyaggal. A szilícium négy külső elektronnal rendelkezik, így alkot szerkezetet. Ha ebben a szerkezetben az egyik szilícium atomot kicseréljük a például három szabad elektronnal rendelkező bor atommal, akkor egy kötés elégtelen lesz, hisz nincs elég elektron az összes kötéshez. Ebből az következik, hogy a pozitív részecskék többségben lesznek a negatívokhoz képest, vagyis az anyag pozitív tulajdonságú lesz. Az ilyen félvezetőt P-típusú félvezetőnek hívjuk. Mint láthattuk, ha egy három szabad elektronnal rendelkező atomot beiktatunk a félvezetőbe, elektron hiány lett, mert négy szabad elektron kellett volna. Azonban szennyezhetünk úgy is, hogy egy öt szabad elektronnal rendelkező atomra, például foszforra cseréljük ki az egyik szilícium atomot. Ilyenkor a rács kötései rendben lesznek, de lesz egy felesleges elektron is. Ennek az lesz a következménye, hogy az elektron többlet miatt negatív tulajdonságú lesz a félvezető. Az ilyen félvezetőt N-típusú félvezetőnek hívjuk. Felmerülhet a kérdés, hogy mi van akkor, ha összeillesztünk egy P és egy N-típusú félvezetőt, hiszen az egyik elektron hiányban szenved, a másik pedig elektron többletben. A választ ezzel a kérdése ne hamarkodjuk el. A PN átmenet kialakulása pillanatában a szabad diffúziós áramlása kezdődik meg. Ennek kapcsán a P rétegből lyukak kerülnek át a határrétegen keresztül az N rétegbe, ahol a jelenlévő elektronokkal rekombinálódnak. Ugyanígy az N rétegből a diffúzió folytán elektronok kerülnek a határréteg másik oldalára, a P rétegbe, ahol az ott nagy számban lévő többségi töltésoldozó lyukakkal rekombinálódnak. Mindennek következtében a következőket tapasztaljuk. Az N rétegben a határréteg környékén nem lesznek szabad elektronok. A P rétegben a határréteg környékén nem lesznek szabad lyukak. Az N réteg, amely önmaga eddig elektromosan semleges volt, most pozitív töltésűvé vált, mert a határrétegen keresztül negatív töltésű elektronok hagyták el, ugyanakkor pozitív töltésű lyukak érkeztek. A P réteg, amely önmaga szintén elektromosan semleges volt, most negatív töltésűvé vált, mert pozitív töltésű lyukak hagyták el, és elektronok érkeztek. A határréteg környezetében egyik oldalon sem lesznek szabad oldozók, ezért ezt a réteget kiürített rétegnek nevezik. A határréteg bal oldalán a P rétegben negatív töltése gyűlnek össze, amelyek elektrostatikus taszításukkal akadályozzák az N rétegből a további elektronok átjutását. Ezért az egyensúly beállása után további elektronok nem érkeznek. Az N rétegben a határréteg jobb oldalán viszont a pozitív töltések gyűlnek össze, amelyek elektrostatikusan taszítják a P még át diffundálni szándékozó lyukakat, itt is beáll egy egyensúly, ami után további lyukak nem érkeznek. A határzétek két oldalán kialakuló potenciálgát tehát megakadályozza, hogy a határétegen további többségi töltéshordozók jussanak át. Ha az N tartományra a negatív, a P tartományra a pozitív feszültséget kapcsoljuk, akkor nyitóirányú előfeszítésről beszélünk. Ekkor az elektronokra olyan erő hat, ami a kiüzített réteg felé taszítja őket. A lyukakra pedig olyan erő, ami szintén a kiüzített réteg felé irányul. Ha elég nagy a feszültség, akkor a töltéshordozók beljebb tudják nyomni a kiürített réteg határait, ezáltal lecsökken annak a vastagsága és így elektromos tere. Ha a feszültség eléri a diffúziós potenciált, a potenciálgát megszűnik, és nincs akadálya annak, hogy a többségi töltéshordozók átlépjék a határréteget. Az anyag elkezd vezetni. Ha fordított feszültséget kötünk a PN átmenetre, akkor a pozitív potenciál az elektronokat elvonza a kiürített réteg közeléből, a negatív pedig a lyukakat, így a kiürített réteg vastagsága nőni fog, nem maradnak középen töltéshordozók ekkor olyan vastag a kiürített réteg, hogy nem tud diffúziós áram folyni rajta keresztül, csak a kisebbségi töltéshordozók drift árama, ami nagyon kicsi, tehát a PN átmenet árama ilyenkor jó közelítése nulla. Az átmenet lezár, az anyag nem vezet. Videónk végére érkezve foglaljuk össze a félvezetőkről tanult legfontosabb ismereteinket. A félvezetők önmagukban szigetelőként viselkednek, de idegen anyaggal való kezelés után, amit szennyezésnek neveznek, vezetőként kezdenek viselkedni. A legegyszerűbb félvezető anyagból készült áramköri elem a dióda. A dióda olyan tulajdonságokkal rendelkezik, hogyha két kivezetésére feszültséget kapcsolunk, akkor az áramot csak az egyik irányban engedi átfolyni, a másik irányban nem. Amikor a dióda átengedi a töltéshordozókat, tehát vezet, nyitó irányú, ha nem engedi át, akkor záró irányú előfeszítésben van. Tulajdonképpen olyan, mint egy elektromos visszacsapó szerep a dióda alkalmas a váltakozó áram egyenirányítására és nem kívánt áramutak kialakulásának a megakadályozására, na de erről majd egy másik videóban fogunk beszélni bővebben. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, és legközelebb is tarts velem, amikor is tovább ismerkedünk a félvezetőkkel, de már a gyakorlati felhasználásukra fókuszálva. Köszönöm, hogy itt voltatok, iratkozzatok fel a csatornára, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok! A most következő pár percben a szilícium diódákkal fogunk megismerkedni, megnézzük, milyen tulajdonságokkal rendelkeznek, és mire is használják őket leginkább a gyakorlatban. A dióda, a legegyszerűbb félvezető, mindössze egy P és egy N típusú félvezetőből áll. Két kivezetése van, az anód és a katód. Az anód a P rétegre van kapcsolva, a katód pedig az N-re. A diódák végén látható világos sík, katód kivezetés azt mutatja meg, hogy milyen irányba kell bekötni az alkatrészt. Ebből következik az egyik legfontosabb tulajdonsága is. Az egyik irányba átengedi az áramot, míg a másik irányban nem, szakadásként viselkedik. Ezt a tulajdonságot ragadja meg a dióda nyíl alakú áramköri jele, amin pontosan látszik az áram folyás iránya. A diódák esetében az áram iránya az ABC betűsorrendjével egyezik meg, az anóttor a katód felé folyik. A diódán akkor folyik áram, ha az anódra pozitívan feszültséget kapcsolunk, mint a katódra. A diódák működése a visszacsapó szerepekéhez hasonló, így a visszacsapó szerepek szemléletesen mutatják a velük analóg módon működő diódák áramirányát is. A visszacsapó szerep nyitásához az áramlás irányából minimális nyomásnak lennie kell, ami leküzdi az áramlás útjában lévő golyósúlyát és az esetleg lezáró rugó ellenállását is. Ez megfelel a diódák nyitó irányú előfeszítésének. Ha az áramlás iránya megfordul, a visszacsapó szerep minden külső beavatkozás nélkül elzárja az áramlás útját. Az ideális dióda is pontosan így működik, természetesen a megfelelő elektromos analógiával. A digitális multiméterünket kapcsoljuk dióda vizsgáló módba, ezt az üzemmódot általában a dióda rajzjelével ábrázolják a forgókapcsolón. Ezután kapcsoljuk a műszert a dióda végeihez, a piros vezeték csatlakozik a dióda anódjára és a fekete a katódra. A műszer által kijelzett értékből a dióda nyitó irányú feszültségére lehet következtetni. Ha a kijelzett érték 0,1-0,3 volt közötti, akkor germánium diódával van dolgunk, 0,4-0,6 volt felett sima szilícium dióda akadt a kezünkbe. Ezután a műszer vagy dióda két kivezetését felcseréljük és így mérünk. Ebben az irányban a dióda nem vezet, szakadást mutat a műszer. Ha nem így lenne, akkor bizony a dióda rossz. A diódák az áramkörök védelmét is el tudják látni, mivel az áram folyás irányát meghatározzák. Így egyetlen diódával az áramkört védetté tehetjük a polaritás csere ellen. Ugyanis ha fordított irányban kapja az áramot, a dióda egyszerűen ne zár, Így megakadályozza az áramkört tönkremenetelét. A diódák működési elvéből következik, hogy ha váltokozó feszültséggel vagy árammal tápláljuk őket, akkor a negatív félhullám nem jut át rajtuk, csak a pozitív félhullám marad meg végül az eredeti jelből. Ezt egyutas egyenirányításnak nevezik. Figyeljük meg, hogy az eredeti és az egyenirányított jel feszültség csúcsa nem esik egybe. Ez azért van, mert a valóságban nincs ideális dióda, számolnunk kell mindig valamilyen veszteséggel. Négy dióda segítségével megvalósítható a két utas egyenirányító államkör. A színusz hullám első fél periódusában, amikor a felső vezeték pozitívabb, mint az alsó, ez a két dióda kapcsol be és engedi, hogy az áram előre felé folyjon. A másik két dióda kikapcsolva marad, megakadályozva így bármilyen ellentétes irányú áramot. A színusz hullám második félperiódusában, amikor a felső vezeték feszültsége az alsóhoz képes negatív lesz, a másik két dióda fog vezetni, az előző kettő pedig, ami korábban vezetett, lezár. Ezért ahelyett, hogy egyszerűen csak levágnánk a negatív félhullámot, ezzel a kapcsolással a feje tetejére állítjuk és felhasználjuk azt. A kimeneten 100 Hz egyenfeszültséget kapunk, a bemeneti 50 Hz helyett. Természetesen itt is beépíthetünk szűrőkondenzátorokat, hogy egy lapos, sima egyenfeszültséget kapjunk, de erről majd egy másik videóban részletesebben is beszélünk. Most térjünk át a dióda karakterisztikájára. A dióda áramának ábrázolása feszültségének függvényében a dióda karakterisztika, melyben több nevezetes tartományt lehet azonosítani. Mielőtt erre rátérnénk, beszéljük meg, mit értünk nyitóirányú és záróirányú előfeszítésen. Ha a diódára olyan irányú áramot kapcsolunk, amelyet átenged, akkor nyitóirányú előfeszítésről, ha olyat, amit nem enged át, akkor pedig záró irányú előfeszítésről beszélünk. Minden diódának van egy úgynevezett nyitó irányú amit ha a külső feszültség elér, megindul a diódában az elektronok áramlása. A karakterisztikus görbe felfutó részére illesztett egyenes, és a vízszintes tengely meccéspontja meghatározza a dióda nyitó irányú a példa áramkörünkön körünkön látható, hogy 0,7 volt esetén még nem kapcsol be a dióda, a kimeneti feszültség 0 volt. Egészen két voltra kell emelni a bemeneti feszültséget, hogy a LED fénye kigyulladjon, Ekkor a dióda éppen csak bekapcsol, 0,4 volt esik a kapcsain. 5 volt, ha növelve a távfeszültséget, a dióda teljesen kinyit, a LED felragyog. És a célállam köze 4,3 volt jut. A lényeg, hogy a szilícium dióda nem fog addig bekapcsolni, amíg nem esik rajta a 0,7 volt, és ha egyszer már bekapcsolt, nem is fog tovább nőni kapcsai között ez a feszültség. Ez azt jelenti, Hogyha három folyik keresztül egy diódán, akkor mindig kell számítanunk feszültségesésre a kapcsai között. Ez a feszültségesés függ a hőmérséklettől, az áramtól és a dióda típusától is. A küszöbb feszültség szilícium félvezető esetén 0,6 0,7 volt, germánium félvezető esetén pedig 0,2 0,3 volt. Ha tovább növeljük a feszültséget, akkor az ábrán láthatjuk, hogy az áram növekedése kezdetben exponenciális jellegű, később pedig lineárisá válik. Ebből pedig az következik, hogy a dióda nem lineáris áramköri elem, a rajta átfolyó áram és a rajta eső feszültség nem egyenesen arányos. Mivel jelentős áram a nyitófeszültséget átlépve jelenik meg a diódán, ezt azonosítjuk a nyitási tartomány kezdetének is. A lezárási tartományban a diódán nem folyik jelentősebb áram, jó közelítéssel ebben az állapotban legtöbbször szakadásnak tekinthető. Fordított polaritású feszültség rákapcsolásakor a letörősi tartományban a lavina effektus érvényesül, melynek hatására a görbe hirtelen nagy meredegsége letörik. Ezt a meledek változást ismét egyenessel közelítve definiálható a letörési feszültség, vagy más néven az énelfeszültség. A hirtelen kialakult nagy nyitóirányú vezetőképesség nagy áramot, ez pedig jelentős felmenegedést okoz. A félvezető eszköz védelme érdekében ezt a kialakult jelentős áramot korlátozni kell. A félvezető diódákat általában üzemszerűen nem is működtetjük ebben a tartományban, kivéve az énel diódát. A diódák az áramkörök védelme mellett alkalmasak a feszültség csökkentésére és stabilizálására is. Az első esetben azt használjuk ki, hogy a diódák kapcsain 0,6-0,7 volt feszültség esik, és a nyitó feszültség csak kis mértékben függ a rajta folyó áramtól. Most az ábrának megfelelően kössük sorba egymással a három diódát és a terhelő áramkört. Multiméterrel pedig egyesével mérjük meg a feszültséget az áramkör egyes pontjain az ábrának megfelelően. A három dióda sorba kötésével a kezdeti 5 volt bemenő feszültséget végül 3 voltra tudtuk lecsökkenteni a ledet, a soros áramkorlátozó ellenállással már csak erre a feszültségértékre kell méretezni. A legegyszerű feszültség stabilizátor kapcsolás az úgynevezett elemi stabilizátor, amely egy előtét ellenállásból és egy diódából áll. Kis feszültségek esetén stabilizálása alkalmas a nyitóirányban előfeszített szilícium dióda vagy diódák soros kapcsolása is. A nyitó irányú mutatja, hogy a diódán átfolyó áram változásától nem függ jelentősen a rajta esett feszültség, és ezt használjuk ki stabilizálásra. A feszültség stabilizáló áramkörünk nagyon hasonló az előzőhöz, csak itt párhuzamosan kötjük a terhelést a sorba kötött diódákkal és előtét ellenállással. A diódás stabilizátorok méretezése gyakorlatilag a soros erőtét ellenállás meghatározására korlátozódik. Ezt majd egy későbbi az énel diódával foglalkozó részben tárgyaljuk. Az áramkör azért tekinthető stabilizátornak, mert a bemeneti feszültség 4 voltos változására a kimeneti feszültség csak 0,7 voltal változik meg. Érdemes megjegyezni, hogy a szilícium diódák nem a legszerencsésebb megoldást biztosítják a feszültség stabilizálására, hiszen a hőfogváltozás hatása jelentős, elterjedtebb ezért a szélesebb feszültség tartományban használható zénel diódás elemi stabilizátor. Hogyan tudjuk eldönteni, hogy egy dióda kibírja majd a rajta átfolyó áramot? A diódán eldisszipált hőteljesítményt a diódán átfolyó áram és a rajta eső feszültség szorzata adja. Ha 2 amper folyik keresztül a diódánkon, aminek nyitóirányú feszültsége 0,7 volt, akkor 1,4 watt hőteljesítménnyel számolhatunk. Ha ez nem fogadható el, akkor nagyobb vagy más típusú diódát kell választanunk. A félvezető dióda volt az első egy PN átmenetet tartalmazó félvezető eszköz. Ma is fontos szerepe van, hiszen a nagy távolságokra is eljutatható, váltakozó feszültség nem alkalmas elektronikus készülékek táplálására. A váltakozó feszültség egyenirányítását diódás segítségével végezzük. Ezen kívül alkalmasak az államkörök védelmére, impulzusformálásra, formálásra, szint eltolásra, illetve még számos egyéb speciális feladata kialakított diódatípus is létezik, amikkel majd később fogunk megismerkedni. Most köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, és legközelebb is tartsatok velem, sziasztok! A most következő videóban a világító diódákkal fogunk megismerkedni, megnézzük, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkeznek, és kitérünk a ledek otthoni felhasználásának alapjaira is. Kezdjünk is hozzá! A LED betű szó a Light Emitting Diode angol szavak rövidítéséből származik, ami magyarra fordítva fényt kibocsátó diódát jelent. A világító dióda egy kétlábú áramköri elem, amely elektromos áram hatására fényt bocsát ki. A LED technológia mára teljesen megváltoztatta a világunkat, gondoljunk csak a CD--, DVD-olvasókra, vagy az optikai szálas hálózatokra. Legjobb tudásunk szerint AJ Round brit kutató fedezte fel a jelenséget 1907-ben, amikor áramot kapcsolt tűkontaktussal egy akkor még rendkívül ritka vegyülete a szilícium karbidra. A kristály két pontja közé kapcsolt feszültség sárgás színű fénykibocsátást eredményezett. AJ Round mellett Oleg Vladimirovics Losev tartják a LED feltalálójának. Losev Rádiótechnikai munkája közben figyelte meg, hogy áramhatására a vevőkben lévő diódák fényt bocsátanak ki. Tapasztalatait 1927-ben publikálta egy orosz újságban. Ugyanaz angol round már 20 évvel Losszev előtt publikálta írását, az orosz tudós sokkal részletesebb információkkal számolt be a fénydiódákról német és brit tudományos folyóiratokban. Ennek ellenére a felfedezés több évtizeden keresztül nem került gyakorlati használata. Az első látható fényű, piros LED 1962-ben született meg Nick Holonyák által, akit a szakirodalom a fénykibocsátó dióda apjának tart. Az első vörös ledet a HP és a Monsanto cégek gyártották. Ezután már sorban születtek az újabb és újabb felfedezések, különböző színű és egyre fényesebb diódák. Megjelent a zöld, a narancs, majd a kék led is. Ez volt az utolsó és egyben legnehezebb fejlesztés is. A kék leddel egy újabb korszakhoz érkeztünk. A kék led megjelenése segítette hozzá a fejlesztőket a fehér színű ledek megalkotásához. A világítás technika ezt a szint tudja leghatékonyabban hasznosítani. A fénydiódák speciális felépítésű diódák, amelyek az elektromos energiát fényenergiává alakítják. Ha nyitó irányú áram folyik keresztül a PN átmeneten, az elektronok az N rétegből a P rétegbe, a lyukak a P rétegből az N rétegbe diffundálnak. Az egymás felé haladó töltéshordozók kiszámítható valószínűséggel rekombinálódnak. A rekombináció eredményeként energia szabadul fel, amely az szerkezetétől függően meghatározott hullámhosszúságú fényformájában sugázódik ki. A sugázási rekombináció csak úgy jöhet létre, ha az elektronok átkerülnek a nagy energiájú vezetési sávból a kisebb energiájú vegyértésába. A kibocsátott fény színét, hullámhosszát a félvezető anyag sávszerkezete határozza meg. Tulajdonképpen minden félvezetőben keletkeznek fotonok, a rekombináció közben, de hogy ezt észlelni is tudjuk, a LED PN átmenetét kell speciálisan kialakítani, és higgyük el, ez nem is olyan könnyű feladat. A hagyományos LEDek két lábbal rendelkeznek, tokozásuk rendkívül sokféle lehet, az 5 mm átmérőjű hengeres műanyag kivitel a mai napig általánosnak tekinthető. Gyakori még a 3 mm-es és a 10 mm átmérőjű kivitel is. A tokozáson a legtöbb gyártó megjelöli a katódot sík felülettel, valamint a láb rövidebbre vágásával. A hosszabbik láb az anód, tehát a normál működéshez ennek kell pozitívabbnak lennie. A LED rajzjelében szereplő háromszög, mint egy nyír mutatja az áram átfolyásának helyes irányát. A LED belsejében az anód és a katód, a két elektróda két üllőhöz hasonló fém alkatrészen keresztül csatlakozik a félvezető lapkához. Ezek közül a kisebbi tartozik a hosszabbik lábhoz. A félvezető lapkát egy tükröző kupszelet és egy megfelelően formált epoxi burkolat veszi körül. A burkolat lehet opálos és teljesen víztiszta is. A világító diódák a hagyományos félvezető réteg diódák módjára működnek. Bizonyos küszöbfeszültség elérése után megindul a nyitó áram, ilyenkor a LED világít. A nyitó irányú áram elérése után a feszültség további növelésével már nem lehet számottevően növelni a LED fényét. Ha pedig a megengedetnél nagyobb feszültséget kapcsolunk a led akkor azon túl sok áram folyik keresztül, és az alkatrész tönkre megy. A ledek jelleggörbéje hasonlít az általános célú diódákéra, de a feszültség jóval nagyobb, a led színétől, anyagától függően. A gyártók sokszor csak táblázatos formában adják meg a főbb paramétereket egy tipikus munkapontra vonatkozóan. Az itt látható táblázatban például 20 mA névleges nyitóáramra vonatkozó adatok szerepelnek. Természetesen mi magunk is meghatározhatjuk a használni kívánt led nyitófeszültségét 20 mA nyitóáramra vonatkozóan. Nézzük meg, hogyan változik ez az érték attól függően, hogy milyen színű ledet vizsgálunk. Vörös led esetében ez az érték 2,2 volt, a sárga és a zöld ledeknél is hasonló értéket mérhetünk. Ettől jelentősen eltér a kék és a fehér színű led. A nyitófeszültség itt jellemzően 3,2 volt. Ha összeírjuk a kísérlet eredményeit, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy az irodalmi adatoktól csak a zöld led nyitófeszültsége tér el jelentősen. Miért? A legtöbb ember a látható spektrumban a sárga színészrelet alsó határát már zöldnek látja. Ez 565-570 nm közötti érték. Ezt a szint egy francia licőrző a sátrőrző nevezték el. A sátrőz a zöld és a sárga szín között helyezkedik el, és nincsen benne kék komponens. A kék LED feltalálásáig csak a sátfőz volt az egyetlen sárga-zöld LED évtizedekig. Röviddel azután, hogy a kék LED elérhetővé vált, a valódi zöld is megjelent. Ezek is zöld ledek, amik különböző félvezető anyagokat használnak fel. És inkább a látható spektrum zöld színészelésének kékes vége felé mutatnak. Ez jellemzően 505-520 nm között érték. Ezek a valódi zöld ledek sokkal ritkábbak és drágábbak is. Jegyezzük meg, hogy a zöld, mint homályos fogalom egy mérnöknek nem sokat mond a hullámhoz, már annál inkább. Egy led működtetésének megtevezésekor a legfontosabb feladat a munkapont bárítása és az átfolyó áram korlátozása. A munkapont meghatározása azt jelenti, hogy eldöntjük, hogy mekkora áramban akarjuk használni a ledet. Ez legtöbbször 10-20 mA nyitó irányú áramot jelent. Most vegyük elő a LED jelleggörbéjét, és a függőleges tengelyen húzzunk az X tengelyjel párhuzamosan egy egyenest a 20 mA-es osztás magasságában. Ez kijelöl egy pontot a jelleggörbén, amit munkapontnak nevezünk. Ha a munkapontból kiindulva merőlegest állítunk az X-tengelyre, leolvashatjuk a munkaponthoz tartozó nyitófeszültséget. A munkapont kis teljesítményű ledek esetében legegyszerűbben egy soros ellenállással állítható be. A betáplált feszültség és a led munkaponti nyitófeszültségének különbsége a soros ellenálláson esik. A méretezést ezért egyszerűen az OM törvény felhasználásával tudjuk elvégezni. Nézzünk egy példát arra, hogyan vezérelhetünk egy ledet Arduino-val. A mikrovezérlő tápfeszültsége 5 volt, így a digitális kimenetek feszültsége legfeljebb ekkora lesz. A mikrovezérlő kimeneteiről akár 20 mA áram is kivehető, így közvetlen meghajtás esetén legfeljebb a nyitó irányú áram folyhat a leden. Mekkora értékű áramkorlátozó ellenállást kell sorba kötnünk egy vörös led esetén? Az áramkorlátozó ellenállást úgy kell megválasztanunk, hogy a munkaponti áram hatására VS minusz VF feszültség esetén rajta. A vörös led VF nyitófeszültsége 20 mA áramnál kb 2 voltnak vehető. Ohm törvénye alapján a számítást el tudjuk végezni. Tehát vörös led esetén egy 150 ohmos soros ellenállás szükséges a munkapont beállításához. A LED nyitó irányú karakterisztikája a közönséges szilícium diódájéhoz hasonló. Záró irányú feszültség esetén a LED is szakadásként viselkedik. De a LED kristály erős szennyezése miatt viselkedése itt már eltér a közönséges szilícium diódájétól. A letörési feszültség sokszor csak 5-10 volt. Ezért ledeknél külön ügyeljünk arra, hogy ne kerüljenek záróirányú előfeszítésbe. A mai alkalommal a világító diódák legfontosabb jellemzőivel ismerkedtünk meg. Ilyen volt a polaritás, a nyitófeszültség és a megengedhető maximális áramerősség. Jegyezzük meg, hogy a LED-nél a szabályozást az áramerősség végzi, és nem a feszültség. A LED technológia működésének tökéletessége abban rejlik, hogy a kimeneti fény előállításához alacsony áramerősség és feszültség is elegendő, ami minimális hű leadással párosul, cserébe pedig hosszú élettartalmot biztosít. Köszönöm, hogy ma is itt voltatok velem, ha tetszett a videó, akkor bátran iratkozzatok fel a csatornára, és észrevételeiteket pedig ne tartsátok meg magatoknak. Sziasztok!